Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 3 perc múlva lesz 7:15. Jó reggelt, szevasztok, János és Ferenc. Sziasztok, jó reggelt. Így van, azt mondja, hogy Attila írja nekünk, az egy első SMS-ünk ma reggel. Tenisz és hatóságmentes szép reggelt mindenkinek. A hatóságmentest sem tudjuk megírni, szerintem az utakon lesz hatóság. A teniszt viszont igen, holnaptól viszont nem. Így van, visszatér a főnök, holnap reggel, vagy azzal kezdünk, vagy azzal, hogy mennyire vagy azzal fáradt. Folytatjuk, vagy azzal fejezzük be, mert hogy tenisz az egészen biztosan lesz. Igen, meg a fáradtság, a szabadság utáni, túlaludtam magam, túlpihentem magam, stb. Ismerjük már ezt is. Ami viszont nagyon jó hír, hogy se eső, vagy legalábbis itt Budapesten, se hó. Egyelőre. Örüljünk neki, tehát, hogy nem is azért mondom, persze örüljünk a kicsinek is, én ezt egyébként egész életemben elég sokszor hallottam. Nem, a Mónika hallotta. Igen, ő, igen. De örült is, tehát, hogy őt nem is kellett, nagyon kellett biztatni, mert megelégedett azzal is, amit ugye jó Isten adott neki, azzal a nem sokkal, de hogy basszus, ettől függetlenül persze, örüljünk neki, élvezzük, igen, 5 napon keresztül. Nem áll. Nem akarom. Tegnap havazás volt az országban, nem. Olyan eső volt, ami a sivatagból jött, és homokot hozott az autókon, gyakorlatilag a külső részen ilyen teljes homokfedés volt egy csomó fővárosban, esküszöm nálunk is, 13. kerületben. Ez volt már néhány évvel ezelőtt történt először, hogy valami afrikai légtömeg ott fölkapott homokot, elhozta, és itt az leesett az esővel együtt. Ezt onnan lehet tudni, hogy amikor nagy cseppekben esik az eső, és így szétfröccsen a kocsin, akkor utána, ahogy ez megszárad, ilyen fél homokkörök vannak rajta. Na megvan akkor. Hogy 2 nappal ezelőtt volt, akkor ez nem csak tegnap volt, hanem tegnap előtt is volt, és így elmentünk ebédelni egy ilyen nagyon kis indiai étterembe a családdal, és jöttünk hazafelé, és akkor már nem esett, és akkor kedves nejem elkezdett panaszkodni, hogy basszus, mi van ezzel a kabáttal, mert hogy milyen furán szárad meg rajta a víz. Hát, és az egész tele volt ilyen apró pici foltokkal, nem tudtam megfejteni akkor, ahhoz én kevés voltam, de akkor ezek szerint ezért. Afrikai homok van rajta. Afrikai homok. Nincs elég bajom. Ez jó, hogy nem egy oroszlán esik le azért ilyenkor, ezt ne felejtjük el, hogy lehet egy ilyen hozadéka is. Úgyhogy ez van, ez, illetve most nincsen, de akkor meg így jön vissza, és akkor még 5 napon keresztül. Nem veszélyes, csak csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, legalábbis az OMS-nek honlapja szerint ezekre a napokon várható eső. Nem merek egy picit hosszabb intervallumban keresgélni a netes portálon, mert egyébként. Hát figyelj, az van, hogy a szombat az úgyis munkanap, ugye? Azt hiszem, hogy most szombat a munkanap. Már akinek is, lehet, már ezért is lehet szidni minket, már igen, előre is. Előre is, nem is kell, hogy ez érdekeljen bennünket, de aztán meg majd március 15-e előtt nem kell menni hétfőn, és akkor egy 4 napos hosszú hétfőn. Jaj, de jó lesz, reméljük tényleg jó idő lesz. Kérlek, szépen híresek lettünk, illetve konkrétan mi mondjuk nagyon nem, de megírta az egyik újság, hogy a Morning Show történetében először ült humorista Sebestyén Balázs székében, a népszerű műsorvezető szabadságra ment. Csonka András, Gangsta Zoli, Kovács Áron és Dombóvári Vanda után most Dombóvári István ébresztette a fél országot, aki Balázs házigazdája volt, hogy nem. Most nincs ezzel baj, hogy megírták, tök jó, csak ismerik szerintem a János telefonszámát, ez enyém nem az első volt, már nálunk. Aha, se baj. Nem azért. Persze, nem az első, meg nem is az utolsó eset, hogy valaki, mindegy, hát ott még hiányzott egy pár sor, aztán a szerkesztő, vagy a főszerkesztő, vagy a nem tudom, én rohadt vezető mondta, hogy akkor gyorsan írjatok már egy hússort abból, hogy Balázs nincsen, Balázsral általában mindent el lehet adni. Viszont én ennél sokkal cukibb dologgal találkoztam tegnap, az egyik kedves hallgatónk jó voltából, Leventének hívják az illetőt, és nagyon örülünk neki, hogy megosztott velünk egy olyan információt, ami az ő kis életével kapcsolatos, pontosabban a kislányával, Fruzsinával, és nem csak Fruzsinával, hanem Bud Spencerrel is. Képzeljétek el, az történt, szerintem hihetetlenül éles a történet, én imádom az ilyeneket, és újfent kiderült az, hogy Bud Spencer nem csak irgalmatlanul jó fej, hanem imádja a magyarokat is, mert hogy én nem tudom, hogy derült ki számára, lehet, hogy egyébként Levente küldte el neki a posztot, vagy pedig mondjuk megosztotta ezt a kis képet, vagy ezt a kis történetet így a Bud Spencernek a hivatalos oldalán, de a lényeg, mindjárt összeáll a kép mindenki számára. Én keresem, hogy Fruzsi, próbálom fogni.
imádja Bud Spencert, imádja a filmjeit. Hány éves? Hát 15 hónapos. 15 hónapos, és már van egy Bud Spencer rajongás. Igen, 15 hónapos, és amikor meglátja a televízióban a mestert, akkor rögtön oda megy, elkezd sikongatni, elkezdi tapogatni a képernyőt, stb. Imádja valamiért a fazont, hát ez a valamiért, ezt tudjuk, hogy ez emberben van valami olyan vonzerő, annyira árad belőle a jókedv, annyira árad belőle az élet szeretete, meg a paradicsomos babé, hogy az ember rögtön ugye, ahogy meghallja a hangját, ahogy meglátja a tévében, meg hát ugye látjuk, hogy évről évre óriási zsicser beúzni bármilyen Bud Spencer vagy Piedone filmet, mindenki odaül, valahogy ilyen ellenállhatatlan vonzalmat érzi, hogy leül a tévé elé, és megnézt 26-szor. Igen, pedig már kívülről tudsz minden egyes pillanatot, és mégis újra akarod látni, aztán fene tudja, hogy ez azért van, mert újra akarod élni a fiatalságodat, vagy pedig ténylegesen. De szerintem az emberben tényleg van valami olyan plusz, amivel nagyon kevesen rendelkeznek. És a lényeg, hogy ugye Bud Spencer, Carlo Pedersoli megtudta, hogy Fruzsi nagyon-nagyon oda van érte, imádja egyrészt mondom a filmét, másrészt pedig minden este a Kincs, ami nincsnek a zenéjére alszik el. Hogy a saját hivatalos oldalára kirakott egy posztot, amiben jó éjszakát kíván Fruzsinak. De ez honnan tudja, gyerekek? Egy magyar rajongójának. Ez honnan tudja meg? Piedone? Szerintem mondom, az lehetett, hogy Levi földobta a hivatalos oldalra ezt a kis fotót, amin egyébként az látszik, hogy Fruzsi áll a televízió előtt, és az alvó Bud Spencert stígyről írta. Nagyon jó. Annyira jó fej a csávó. Tehát, hogy érted, és azt mondja, hogy ez a szövege, hogy good night to my Hungarian baby fan Fruzsina. Neki azt hiszem, hogy Bud Spencer fiának magyar a barátnője, hogy valahogy innen van vagy a mennyasszonya, vagy a felesége, nem tudom, de mintha ezt olvasta volna, hogy valami innen van a kötődés, és azért szeret bennünket ennyire, ugye gratulált az Oscar-díjhoz, és akkor most pedig a kis Fruzsikának. De óriási a kép. Nagyon jó fej. Lájkolhatjátok a mi oldalunkon is, de én egyébként azt javaslom mindenkinek, hogy inkább menjen föl még egy kattintás Bud Spencer hivatalos oldalra, Bud Spencer official-re, és ott lájkolja, hogy mester örüljön neki. Annyira jó arc a csávó. Magyarországról jövő lájkoknak biztos, hogy külön örül, nem? Persze, és hát természetesen már föl van egy csomó magyar rajongója is, és akkor ott kommentelgetnek magyarul. Aki ebből szegény Bud Spencer semmit nem ért. Sok minden, vagy legalábbis sok minden, nem, de az biztos, hogy értékelő, hogyha lájkoljátok ezt a kis posztot. Nagyon jó fej. Imádom a csávó. Tök aranyos. Nem tudom, nem jár felénk egyszer. Most csinált egy szakácskönyvet, képzétek el. Igen. Ilyen filmes szakácskönyv, tehát vannak benne nagy sztorik a filmekről, meg az ő életéről, és akkor közben egy-egy recept, még nem vettem meg, de már szemeztem vele, úgyhogy a héten lecsapok rá, kíváncsi vagyok, hogy miket evett, tehát ez a visszafogott szolid test, az hogy alakulhatott ki, tehát mennyi tészta és mennyi hagymásban van mögötte. Ráadásul úgy, ugye, hogy erről tudjuk, hogy úszóként is, meg vízilabdázóként is azért egy elég komoly kis sportmutató tudhat maga mögött, és hogyha rákeresel a fiatalkori képeire, akkor láthatod, hogy a fickó egy igazi amorozó volt, tehát hogy hihetetlenül jó képű, nagyon jó testalkatú, az egész ember, tehát hogy megnézed, akkor azt mondod, hogy úristen, meg milyen macsó. És ehhez képest meg ugye azt szoktuk meg, hogy kicsit ilyen jóviálisabb külső, kicsit mackósabb, ez a kis szakál, kicsit izé, meg töménytelen mennyiség a hagymás. De mire ő filmezni kezdett, addigra ez elmúlt, amit te mondtál. Ugye, igen, tehát, hogy az igen. Ilyen fiatalkori fotókon látható, amikor még vízilabdás volt, mire filmezni kezdett, de valószínűleg ez volt egyébként a sikerük is Terence Hill-lel egyetemben, hogy ő igen. Volt a vékony, jóképű, szőke csávó. Picit ez az olasz Stan és Pam volt, tehát egy pár évtizeddel később, és nem Hollywoodból, hanem Cinecittából, de hogy egyébként tényleg, tehát, hogy volt egyfajta ilyen Stan és Pannos vonulat bennük. Én annyira sajnálom egyébként, egyre kevesebb ilyen ember van. Tehát, hogy most mondjál még egy ilyen álló csillagot, akinek 20 év múlva le fogsz ülni, jó, persze, reszkesedik betörő. De hogy egyébként... Akinek a nevét, hogyha kimondod, akkor semmiféle gyűlölet, semmiféle rossz érzés, semmiféle negatívum nem kötődik hozzá, nem meghallod a nevét, és abban a pillanatban egy széles mosoly az arcon, és akkor mindenkinek beugrik róla valami, egy kincs, ami nincs, egy mit tudom én, a zsaru filmek, vagy nincs kedve. Nemzetköziből. Hát... Az ördög jobb és bal kez, és lehetne sorolni. Aki most ilyen, vagy persze, ilyen lesz. Aki, tudod, ami mindenem felül áll. Aha. Akivel kapcsolatban tényleg nincsenek ilyen negatív élményeid, ja, vagy akire azt mondod, hogy tudod, így meghalod a nevét, és akkor Jézus már. Tehát nincsen ilyen, mert nincs ilyen ember.
aki jó, aki kállópedezóri áll, az meg, tehát ő az, aki még sose fog Oscar díjat kapni, tehát nem kap, nincsen. Vannak meg, emberek, akinek az emberek szeretete sokkal többet ja. jelent, vagy sokkal többet számít, mint az, hogy a kandallónak a párkányán hány díjjal. Aha. Lehet, nem tudom. Igen, igen. Ilyen pozitív személyiség nincs. Most gondolkodtam most is az Oscar átadón, hogy mondjuk egy Leonardo DiCaprio az lesz egy zseniális színész, de annyira nem szerethető, mint Károly Peder Zoli. Igen. Vagy legalábbis nekünk. Igen, vagy nem úgy szerethető. Másként egy kicsit. Na, ha már szóba hoztam, meghallgattam, megnéztem a beszédét ennek a gyönyörű fiúnak, a Leonardo DiCaprio-nak. Nem tudom, hogy olvastátok-e. Vagy hallgattátok-e, hogy miket mondott, hogy ő most nagyon kiáll a világért. És olyan aranyos volt, ezt én mindig úgy szeretem, mikor az ilyen nagy emberek elmondják, hogy fogjunk össze, és csak azokat támogassuk, akik védeni fogják a földünket, mentsük meg, és adjunk oda aha. az unokáig, majd felszállt a magánrepülőgépére, és elhagyta a helyszínt. Tehát, hogy életke, könyörgöm, ha már ilyet mondasz, érted? Ha már így, ezt tűzött ki zászlódra, hogy mentsük meg a világot, és hogy ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a gazdagok, ne hagy, tehát hogy akkor egy picit másként kellene akkor élni. Ebből nekem hát jó igen. példa a... De mit csinálja, menjen haza elektromos autóval, hogy menjen bringával négy államot arra-balra? Hát van egy ilyen színész, azt hiszem Keanu Reevesnek hívják, aki New igen. Yorkban él és metróval jár. És ő nem szokott például, így, meg nincs nagy háza, meg ilyen sem, szerintem lehet másképp is csinálni. Nehéz ügy, igen, mert ugyanakkor meg te is okosat mondasz, hogy hát ő meg így él. Hát igen, meg hogyha 3-4 állammal arrébb, ez egy kontinensnyi ország, tehát hogy most akkor felugrok a bringámra, azt hazatekerek. Szálljon föl az amerikai vízerre. Ja, tényleg. De menjen fapadossal. Vagy menjen egy fapadossal, vagy nem tudom, mert most nyilván nem csak ez a meg nagyon jó, hogy ezt elmondta, nagyon jó, hogy mellé állt ennek a dolognak, és nagyon jó, hogy a világ megmentésén tevékenykedik, csak olyan kicsit furi volt a dolog. Uh-huh. Ez van. Na jó, ez csak így eszembe jutott. Megmutatjuk, hogy Dombival tegnap mit hoztunk össze, jön egy rövid ismétlés, és utána pedig a... Mi van? Hogy? Aha, jó. Nem értem, hát mert Júli. Júlival mit hoztunk Júli, össze? Júlival. Jó, bocsánat, nem olvastam. Abba is benne igen. volt egyébként a Dombi. Tehát hogy nagyon nem hímázott volna, hogyha hagyod végigmondani. Semmi, nem érdekes. Tehát Júli perceit fogjuk feleleveníteni, ugye ő minden kedden jön a kis rovatával egyetemben, de azért itt volt a Dombi is, és főleg ő ingázott, mert Júli, kérem szépen, boszorkány tanfolyamon járt, és ingákat hozott nekünk, megpróbált átadni ezt a dolgot. Ezt hallgatjuk meg, lehet jelentkezni közben a fekete-fehér igen-nem játékra, amelyben egy-egy az állás. Ja. Hétfőn legyaláztak minket, illetve téged, és tegnap meg... De utána egy hősként fölemelkedve semmiből, így van, így van, főnixként, a hamvainkból újra születve. És aztán most majd meglátjuk, hogy mi lesz a harmadik. Jó, tehát jelentkezzetek, nyugodtan jöhetnek a közlekedési infók is, 0676450000 az SMS-em, jövünk vissza a hírek után. 4 perc múlva lesz 3:47 átlagom. Igazából mindegy is. De egyébként jó, mindegy, tehát ebben a műsorban nálunk, érted? Ez órát igazítani sose lehetett hozzánk. Figyelj, szerintem azóta, amiatt, hogy az emberek nagy részének van okostelefonja, az okostelefonon meg van internet, és van egy olyan beállítási lehetőség, hogy automata, vagy automatikus, akkor onnantól kezdve igazából nem tök mindegy. De nem veszed elő. Tehát a reggel az pont erről aha, szól. Biztos nem veszed elő. Há, miért most, hogy mennyi hogy az idő? Figyelj, gyakorlatilag mindenki felszállsz a metróra, érted, minden nap, minden reggel bámuljátok a telefon, mindenki de otthon kivétel vagy. Nélkül. Jó, de most otthon az első dolog, hogy felkezd és bekapcsolod a telefon. Otthon vagy, mondom, fogadmosok. Lennék, de nem. Igen, fogadmosok a telefonom. Hát, ott van a bal kezem ügyében. Figyelj, hát. Mindig megnéz. Az első dolog az, hogy megnézed a telefonodat. De nem az első, most nem erről beszélek, hogy első, hogy... Igen, na. Mosod a fogadat. Beszéljünk erről a fontos dologról. Igen. Nem, mosod a fogadat, és azt mondja a hülye műsorvezető, én, hogy 4 perc múlva lesz 3:47. És elkezdesz kapkodni. Nem, ráérsz, hiszen neked mondjuk 7-kor indul a buszod, tehát van 10 ehelyett már 7 perc, vagy 4 percen múlt 3:47, 8 perccel kevesebb időd van, érted? De te nyugodtan mosod a fogad. Te akkor abban az időpillanatban nem nézed meg a telefonodat, hiszen lehet, hogy bent sincs a fürdőszobában. Aha, hú. Na, ugye? Tehát ha nem ragaszkodunk csökönyösen a kis gondolatvilágunkhoz, hogy első, hogy megnézed a telefont, hanem belegondolsz, aha.
a fürdőszobában nem nézel telefont. Na? Jó, igazából úgy is mindegy, mert a műsorvezetőnek amúgy is mindig a kányát, tehát hogy ezt már megszokhattuk, tehát hogy tök mindegy, hogy most egy perccel korábban, egy perccel később, tudod. Tehát hogyha meg azt mondod, hogy ha meg bemondod, és nem úgy van, akkor meg azt mondja, hogy basszus, most ezért kapkodtam. Na, pont. Most egy perccel korábban értem be a munkahelyemre? Egy perccel többet kellett állnom a megállóban? Jó, tehát van nézzetek, valami. Jó, nézzetek rá az okos telefonotokra. Ez így ami van, biztos. Meg a falommal egy óra biztos otthon. Egy-egy az állás, a fekete-fehér igen nemben, úgyhogy most valamire billen majd a mérleg nyelve. Reméljük, hogy jó eredménnyel tudjuk zárni ezt a mi kis három napunkat. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, Livi! Jó reggelt! Szia! Hello! Mi hír Veszprémben? Köszönöm szépen, az idő nagyon jó, mert fél hétkor világos volt. Hát ez nem csak Veszprém. Tegnap a hó, meg az eső sem, úgyhogy... Te jó. Nézd meg, a veszprémiek megúszták. Nagyon jó. Biztos lakik ott valaki, aki ezt el tudta intézni, hogy ott ne essen. Mi a munkád? Én termelés irányító vagyok. Termelés irányító. 3, 2, 1, és megnyomsz egy gombot, és elindul a gépsor? Részemről indulhat. Na, jó, te már játékra gondoltál. Jó, mi még igen, a munkában? Nem, a arra, hogy termelésirányítom, mit csinál egyébként egy alapvető, de nem érdekes. Nincs de nyugodtan mesél, de te szabod ilyen meg üzen? Azt, hogy mennyit kell gyártani, vagy miből kell gyártani. A termési csoportvezetőkkel szoros kapcsolatban vagyok, alapanyagot szerzek be, és ami megrendeléseket kapunk, azokat próbáljuk beosztani, hogy akkor mit, mikorra. Nagyon fontos a határidő, ugye a határidő, időre elkészüljön minden, megfelelő minőségben, megfelelő határidőre, ez nagyon-nagyon fontos. Meg hát ugye alapanyagok, ugye beszerzések, felejtezések, meg a határidő, egy kis leltár, ilyenek. Nagyon jó. Kivel szeretnél játszani? Szerintem. Az én vagyok. Jó, Livi. Akkor igen. Már is kezdjük el. János fog visszaszámlálni azt és mérni mondja, az hogy. Időt. Tri és tu is van és fire. Milyen jellegű terméket gyártatok? Élelmiszer? Kapcsolókat, érzékelőket. Elektronika ez, akkor. Elektronika, így van. Műszaki cég, egy német leányvállalat. Igazából. És szereted ezt a műszaki vonalat ezek szerint? Kevésbé vagyok műszaki ember, inkább logisztikál, tehát igazából én logisztikusként vagyok itt. Uh-huh. Ez férfias hát egy picit. 8 éve. Hát igen, de az irodában. Hát igen, miért? Fél percnél durrantottad, hogy hát igen. Livi, mikor olyan jól csinál, kicsit abszi lehet nekem. Kicsit abszi lehet nekem, köszönöm. Janit is megköszönöm, nekem is jár. Ez az. Livi hát pedig olyan szépen mondtad, olyan jól csináltad. Nagyon sajnálom. Oh, egy álmot tettünk most tönkre, Livi. Igen, na majd újra próbálkozom legközelebb. Jól van, azért köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Mondhatnám, hogy sajnáljuk, ahogy szoktuk volt, de ez egy kicsit hazugság lenne, mert így 2-1 nekünk. Igen. Jól van. Jó. Na, azért legyen szép napotok. Köszönjük persze neked is, hát ettől függetlenül. Köszönjük, Livi, szia. Én is, minden jót, sziasztok. Na, hát akkor ezzel is bejebb vagyunk. 2-1-es az állás. Nagyon így, jó. Úgyhogy jól vagyunk, jól állunk a héten. Mondjuk Szabin vagyok, és nagyon beteg is. Hát akkor jobbulást kívánok. Így van, nem tudjuk, hogy mire jött ez az SMS, de maximálisan egyetértünk vele, hogy a jobbulás az meglegyen. Arlóban Suzuki BMW-vel koccant, és rendőrök irányítják a forgalmat. Mindenki óvatosan, ezt Csasi írta meg nekünk. Csomagot váltottam, úgyhogy a jövőben a háttérből szurkolok, de veletek vagyok. Köszönjük szépen. Na most, ha úgy váltottál csomagot, hogy ezután mondjuk drága az SMS, akkor miért váltottál csomagot? Vagy lehet, hogy másik szó, eddig a mi szolgáltatónkkal volt, akit mi is használunk, és akkor lehet, hogy ott ingyenes szolgáltatón belül az SMS, most csomagot váltott, és akkor lehet, hogy... De akkor ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy nem kapunk tőle SMS-t. Igen.
Hát nem örülök. Hát akkor írjál e-mailt. M1-en Budaörs határában, gyalogos a leállósávban, elütött kutya, jaj, Budapest Keresztúri út mellett, ha tudtok, akkor próbáljatok neki segíteni. Hamarosan 7 óra van, jön Ákos a legfrissebb hírekkel, információkkal. Időjárás jelentéssel is. Nagyon frissel, nagyon ügyessel, nagyon okossal, ezeket mind aktuálisan, és várja az SMS-eket, ezt nagyon nyomatékosan mondta az előző megszólalásban. Nincs közlekedési info ugyanis, mert nagyon kevés van, és Ákos egy kicsit arra próbál támaszkodni, amit a hallgatók így látnak. Jó, hallgatói SMS-ek, bejátszok a kollégáktól, hát azért is tud élni. Ha bármi van az utakon, akkor azt írjátok meg, nekünk 4 perc múlva, 7 óra jövünk vissza a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel. Köszönöm ezt a zenét, elfogadom szülinapi köszöntésnek. Szép napot, Pongi! Ezek szerint szereted Michael Jacksont, még ezt a lemezt is, ami azért valljuk meg, hogy már közel se olyan, mint a, igen. Mint a régiek. Ez ugye előásott olyan felvételekből csinálták már a mester halála után, amelyeket ő a fióknak szánt, tehát nem biztos, hogy ő kiadásra szánta volna ezeket a muzsikákat, de aztán így alakul, de örülünk neki. Meg szerintem egyébként tényleg olyan állatfaj a rajongó, hogy, és ezt most abszolút pozitív értelemben mondom, én is közéjük tartozom, aki azoknak a dolgoknak, az én a kis apróságoknak is tud örülni, amik mondjuk lehet, hogy köszönő viszont, hogy már sincsenek egyébként a mesternek, vagy az általad rajongott, vagy általad kedvelt zenekarnak, vagy előadónak a legjobb pillanataival, de azért mégis új, meg mégis más. Kicsit benne van, ő az már elég. Figyelj, nekem például ez egyik nagyon nagy kedvencem, a Pantera nevű zenekar, akik már ugye régóta nem működnek ilyen-olyan okokból kifolyólag, sajnos már nincsenek is közöttünk mindannyian, és van egy olyan zenekar, úgy hívják, hogy Throwdown, és ez a zenekar egy az egybe ugyanazt a zenét játsza, mint a Pantera, minden egyes albumuk olyan, mint hogyha egy újabb és újabb Pantera album kerülne elő valahonnan a múltból, és tehát egy abszolút kópia zenekar, olyan tekintetben legalábbis, hogy ugyanaz a stílus. A stílusban. Imádom őket. Imádom őket, és azért, mert annyira panterásak, hogy ez valami hihetetlen. Ó, persze, abszolút érthető, hát főleg úgy, hogy ugye abban a korszakból vagy a Panterából. Eredetiség zéro, tehát hogy azt mondom, tehát hogy gyakorlatilag ne keresen álló hangot, de jól sikerült kompíteni. Igen, az énekes úgy énekel, mint Phil Anselmo, úgy gitároznak benne, mint a Diamond Darrell, tehát hogy így, ja, basszus gitároznak, tehát hogy egy az egybe. Tök jó. De a kicsivel is beérem. Bocsánat. János Somori előtt mérnik a Csorna felé érkezőket, M7-es Budapest felé Pákozdi pihenőnél mérnek. Ildi írta, 71-72-es kilométer között szintén az M7-esen Pest felé kamion a leállósávban defektes. M3 bevezető torlódik, a Birkák a Selk úton keresztül kerülik a sort, Ivekós. 86-os út Csorna Mosonszolnok vonalon jó, minden jól lehet haladni. Szilsárkányban a Csorna felől érkező lesi két rendőr csaj egy Skodából, ezt többen is megírták, és hogy méghozzá igen, aranyos rendőrhölgyek dolgoznak. Győrben a Szent István úton a Baros híd lábánál nagy baleset, a fél útpályát lezárták, ezt pedig Ádámtól kaptuk, köszönjük szépen. És még egy kérdés, mikor lesz nálatok véradás? Adnék vért, túl sok van nekem, ez Dávid, ő valószínűleg ugye a mentoráltunk, akit ilyen rádiós teniszoktatásban részesítettünk. Hát én azt javasolnám, hogy menj fel a Facebook oldalra, a Véradó Kamionnak a Facebook oldalára pontosan, és nézd meg azt, hogy hol és mikor lehet vért adni. Hát igen, de nyilván hozzánk jönnek. Hát nyilván, de itt meg nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz. Az elkövetkező egy évben talán lesz. November után nem biztos. Júniusban viszont szokott lenni, azt írja a Laci, hogy akkor szoktuk szervezni. Igen. Június, és az jó. Még az állítólag november előtt lesz. Aha. Tudod? Úgyhogy belefér egy. Persze, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De hogyha addig is tényleg túltek benned a vérmennyiség, akkor menj fel a Facebookra, és nézd meg a Véradó Kamionnak a különböző időpontjait. Az a legeslegjobb. Ők mobilan járják az egész országot folyamatosan. Igen, mennek ide, oda Pesten is meg lehet őket találni, tehát nem csak vidéken, a Budapesten is vannak sokszor, és akkor júniusig, ha kibírod addig ezt a vértúltengés, Dávid. Persze, hogy aki neked akar, az adhat, így van. Akkor szóval júniusig kell Jani, várni. Nincs bali, most szólhatna tankcsapda, igen, szólhatna. Szólhatna is, de nem. De minket nem véd olyan erőtér, mint Balázs. Ő az érinthetetlen. Igen, Szabin van egyébként, sokan kérdeztétek, majd hol van, holnap már visszatér a szabadságáról. Csak 70-szer mondtuk eleddig.
Bocs, Jani, de igen, igen, jól van, jó, kicsit korán reggel van még, köszönjük szépen, igen, értem, nem is érdekes, menjünk tovább. Már ugrottam is. Egy mondatot azért akarok beszélni, vagy szeretnék beszélni erről az autóbevallásról, mert ez egy annyira jó hír, ugye Ákos mondta most, hogy akinek telepjárója, ahogy mondja Soma nevű gyermekem, SUV-ja vagy kisbusza van, annak kérem szépen ezt be kell vallania, hogy a honvédség veszély esetén ezt el tudja vinni tőled. Hogy tudja használni ezeket a járműveket, ez gyakorlatilag olyan, mint ugye a tartalékos katona. Te például ugye az vagy. Egy picit igen, de ott azért számítasz rá. Tehát, hogy ráadásul úgy leszel tartalékos, hogy te tartalékosnak jelentkezel. Tehát az esetben nem arról van szó, hogy felajánlod ugye a terepjárodat a honvédségnek a különböző céljaira, amikor még szükségük van rá, akkor becsöngessenek, vagy berúgják a kaput, azt vigyék, mert hogy egyébként ez nekik jár, mert hogy van egy ilyen passzus. Tehát azért nem ugyanaz a kettő kategória. Ez picit nekem inkább a rekvirálásra hasonlít, ami egy időben ment meg egy pár száz éven keresztül az éhesek a katonák, rúgjuk be az olajt, azt nézzük meg, hogy mi van ott, a tyúkot, meg a kecskét, meg a disznó. Amikor valaki sorkatonai szolgálatot teljesített, ugye ma már ez nincsen, de te korosztályod meg az enyém is, csak én nem voltam, én azért nem tudom ezt, lenyomtad az X hónapodat, akkor utána te nem kerültél olyan státuszba, hogy neked bármikor szólhattak, hogy a haza megköveteli, hogy gyere? Elviekben volt, azt hiszem, megadva talán egy korosztály, amíg még behívhattak, tehát hogy amikor még rendelkezésre állónak számítottál, aha, vagy valami ilyesmi. De most már jelentkezni kell tartalékos voltam, most már igen. Most már, tehát csak akkor szólhatnak. Na, az van, hogy az ilyen autók tulajdonosai levelet kaptak, hogy nyilvántartásban van a gépkocsi, hogyha tényleg megtámadnak bennünket, vagy bármi okból kifolyólag kell, akkor bekopom, és azt mondja, jó napot kívánok, Kovács úr, visszük az autóját. Nem csak ez van ám egyébként ebben a dologban, hanem neked be kell számolni róla minden évben, hogy hogyan áll a gépjárműved. A. Tulajdonodban van-e még a Verda? Nem-e adtad el? B. Működőképes-e a jármű? Tehát, hogy jó. Lehet-e vele menni bármikor? C. Kölcsön adtad-e éppen most ezt az autót más üzemelteti? Tehát nehogy hozzád kopogjanak be hajnali négykor, hogy akkor mit én, Kovács úr, kellene a BMW. Aha, ez a közös tulajdon egyébként egy számomra legalábbis azt jelenti, hogy akkor ugye a fenntartási költségekbe is be fognak szállni? Nem. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy akkor mit tudom, a súlyadónak egy részét átvállalja tőlünk a Magyar Honvédség, vagy ilyesmi? Nem, mert nem használják. Vagy beleszól a fényezésbe? Akkor... Tehát, hogy most kapott egy új metálfényt a Verdám, és egyébként kromozott fenéket is rakattam rá meg egyáltalán, és egy picit fel van spécizve előre, vajbőrös lett a Hammer, akkor majd ők beszállnak egy picivel? Vagy esetleg beleszólhatnak, és azt mondják, hogy a vajbőrnek ne ilyen nem bíz színe legyen már, hanem inkább valami szürkés. Igen, jobban bírja a port, illetve ne legyen piros a kocsi, mert azt nehezebb átszázni. Tehát ne legyen piros festés rajta. Akkor szerintem, akkor viszont kérheted, hogyha már elvitték, hogyha mondjuk elviszik egy héttel a kocsidat, kölcsönkérik, hogy akkor viszont arányosan az egy heti biztosítási díjat, súlyadót, mindent, azt ki tudod velük fizettetni. Aha. Én azt gondolnám. És az amortizációt azt kompenzálják? Tehát, hogyha kap egy RPG-t, találatot, mondjuk így a kocsi hátulról, vagy előről, vagy oldalról, és akkor visszahozzák, és gyakorlatilag a négy keréken meg az elszenesedett alvázon kívül más nem tudnak visszahozni az autóból, akkor ott kompenzálnak valamivel? Valószínűleg igen. Aha. Igen, valószínűleg. De jó, hogy itt már minden közös. És várjál, de teljesen mindegy például, hogy milyen az autó. Ha neked van mondjuk egy veterán UAZ-od, mert te ezeket gyűjtöd. Hát ugye tudjuk, hogy vannak veterán. Vagy az van nekik, mi? Veterán UA. Szerintem azt ott hagynák a garázsba. Jó, tehát az lesz hülye példa. Várjál, akkor van például egy nem tudom, egy régi BMW terepjárod, vagy egy régi Merci terepjárod. Van, ami már ilyen veterán kategóriába tartozik, akkor azt is elvihetik tőled. De az a mit kezd? Az is jön neki mindegy? Hát olyan mögé állnak. Ja, és jó lesz álcázásnak. Akkor is szólnod kell, ugye, hogyha rossz az autót, tehát ezt le kell jelentened neked. Nem elég, hogy mondjuk minden év tavaszán így megnézed, hogy kötelező, de van-e fizetve forgalmi, megvan-e. Basszus, nem jelentettem le a honvédségre, hogy mi van a kocsival. Akkor megírod a kis leveledet,
És azt is jelezned kell, hogyha más hatóság már kijelölte magának. Tehát ha előbb szólt, mondjuk nem tudom, a mentők, ott általában baj van, bár ugye nevük nem hatóság, ilyen szempontból, de mondjuk, ha ők akarnák használni. Aha, hihetetlen. Óriási. Nemzetbiztonsági jelentősége van annak, hogy most rohadjak használni, vagy sem, vagy kapott a megfelelő korrózióvédelmet, stb., hogy egyébként eszi az olajat. Nagyon jó, nagyon jó. Hát dobjunk be tényleg mindent a közösben most már. És hogyha kell szállítani csapatot, katonákat, akkor így ezzel oldják. Kerékpáros hadtesteket nem akarnak egyébként felállítani rész esetén, mert akkor nem kell lejelenteni, hogy akkor lent a garázsban áll egyébként 4 darab. Nagyon szívesen a gyerek most már úgyis kinőtte azt. Kicsit rózsaszín, meg elő van egy ilyen, hogy hívják, és egy ilyen spongyababos csomag tartott, de hogy ettől függetlenül én nagyon szívesen odaadnám egyébként hadi célra. Azon tudnak vinni egy csomó mindent a lenti, vagy az első kosárba. Abba csak be tudod pakolni a nem tudom mit, a gépfegyvert, így és van. Már mész. A 762-es lőszereket, egy rakasztáska pont elfér benne, nagyon jó. Óriási. Na, egyébként azoknak, akik kaptak ilyen levelet, egy jó hír, hogy van 8 napotok, hogy fellebbezzetek, tehát, hogy nem adjátok a Verdát. Aha. Mert nyilván elfogadják. Jó, csak gondoltam, beszéljünk róla 3 mondatot, mert ugye a hírekben elhangzott. 3 közül ez csak Balást érinti. Egyébként meg tényleg, hogy neki nem lesz kocsia. Mert az én 2 személyesemmel mit csinálsz? Semmit, meg nincs neki rendes teteje, ugye csak egy vászon van, azt meg nem engedhetik meg a katonák, hogy süssön a fejükre. Balázs úgyis megúszza, hogyha felmegy a garázsajtól, ha felmegy, ugye? Akkor, és meglátják a rovert, abban a pillanatban azt mondják, na jó, akkor inkább hagyjuk, nem érdekes. Köszönjük szépen, maradjon csak tartalékos állam. Nem tudják elvinni. A lakókocsi, kérdezi a hallgató. Mi van a lakókocsikkal? Nem tudom. Az valószínűleg az is elvihető egyébként, mert az meg egy mozgó szállásnak lesz minősítve. Uh-huh. Mozgó szállás, úgyhogy ennyi. Vagy ott lesz a catering. Na például, MH, zárolt készletek, UASZ, stb. Mi van velük? Hát ez az. Valószínűleg semmi nincs velük, valószínűleg azok már nem működő autók. Vagy működők, csak azokban nem olyan szintű a komfortérzet, mint egy Hummerben. És ugye a Range Rover még egyszer, ez a bali autója. Azzal sem mennek sokra, de most már nem az van neki. Vagy az van neki? Az van még neki. Ja. Na, most jönne egy effektünk, hogy témaváltás, mert egy nagyon fontos dolgot lovagolt meg a János az elmúlt hetekben, hónapokban. És ez tényleg közügy. Azt nem tudom. És ez tényleg közügy, ugye elmondtuk nagyon sokszor az elmúlt 2 hétben, hogy van egy nagyon jó kis verseny. Köszönjük szépen, Zső. Jobb később, mint soha alapon. Szóval van egy közügy, ez pedig az Európai Évfája 2016-os szavazás, ahol van egy magyar versenyző is, mégpedig a bátaszéki molyhos tölgy, mondjuk itt személyében, és akkor megtiszteltük a faunánkat is, és a flóránkat is, meg mindenkit megtiszteltünk, főleg a bátaszékieket ezzel. Szóval a lényeg, hogy ez már lezárult ez a szavazás, és egyelőre úgy tűnik, nem akarom elkiabálni, hogy lehet, hogy beúsztuk. Azért mondom, hogy lehet, mert nem tudom, mert hogy titkos volt az utolsó héten a szavazás, és amilyen fura az élet, meg fura ez a kiírás, április közepén fognak majd eredményt hirdetni Brüsszelben. Akkor derül majd ki, hogy sikerült-e megnyernünk ezt a versenyt. Azért nem értem ezt az április közepén, mert ugye lezárult 29-én, tehát e héten hétfőn lezárult a szavazás. Ha arról van szó, hogy április közepén lesz valami fontos dátum, valami fa dátum, amihez lehet kötődni, akkor miért nem addig húztuk a szavazást? Ha nincs fontos dátum, akkor miért nem hirdettük ki tegnap este a végeredményt? Tehát most egy több ország, a csehek, ugye az olaszok. Mekkora faság már, nem? Hát így is van. Ott állsz, mint fa begyökerezve a földbe, hogy mikor lesz végeredménye ennek. Heteken keresztül tűkön ültünk, tényleg kíváncsiak voltunk rá, néztük a szavazásnak az állását, néztük, ahogy gyűlnek a szavazatok a mi kis molyhos tölgyünk mellett, és akkor várjunk még másfél hónapot arra, hogy megszűjjék, hogy mi van ilyen, egy kézi számlálás van, vagy én nem tudom micsoda, itt nem lehet összesíteni kb. 3,5 perc alatt kávézással együtt az eredményeket, és akkor közzétenni. És akkor legalább elmehetne az ember a szabóhoz, hogy milyen smokingot csináltasson magának, hogy méretre alakítassa az annak idén a Vörös Október ruhagyárban megvásárolt terméket. Tehát, hogy így miért nem lehet? Minek kell másfél hónap? Nagyon jól szálltunk ki a versenyből, tehát amíg még amíg láttuk az eredményeket, addig magasan vezettünk több 1000 szavazattal. Figyeljetek, tehát az volt, hogy amikor mi Morning Show beszálltunk ebbe a szavazásba, akkor úgy állt a helyzet, meg a szavazás, hogy kb. Olyan 10 000 szavazata volt a molyhos tölgynek, a csehek meg vezettek előttünk kb. 3 000 szavazattal. És ezt olyan szinten sikerült megfordítanunk, hogy az utolsó állás, amire még így nagyjából emlékszem, akkor ott már mi vezettünk 3-4 ezerrel. Uh-huh.
Tehát totálisan megfordítottuk ezt. Utána jött ez az egy hét olyan időszak, amikor ugye nem, igen, titkos szavazás, nem tudtunk semmit a szavazatokról, de szerintem, hogyha ugyanazzal az ellánnal szavaztak tovább honfitársaink, akiknek legalább annyira fontos volt ez a szavazás, mint nekem, nekünk, akkor szerintem jól állunk. Én szavaztam. Nagyon szépen köszönöm. Én szavaztam, nekem nem szólt ez szó. Azon gondolkoztam, hogy valószínűleg ő a bizottság, aki kihirdette ezt a versenyt, ők már tudják a végeredményt. Nem lehet az, hogy ők már előre odaszólnak annak a településnek, akinek a fája megnyerte a szavazást, lett legyen ez Csehország, bárki, vagy esetleg Bátaszék, hogy kedves Bátaszékiek, kedves polgármester úr, tessék készülni. Uh-huh. Tehát, hogy azért van ilyen későnök. Készítsék ki a legszebb ruhájukat, meg a Meiji hengert. Igen, ne legyen rajta se korpa. Ne legyen senki pacuha. Ugye? Vegyék el a gőzölős vasalót, a cipőboxot, a lakcipőt. Hogy ezért van ez a nagyon sok idő. Hogy hagynak felkészülést a településeknek. Meg ha valaki gyalog megy Brüsszelbe, akkor az is odaérje. Így van, vagy esetleg vissza, úgyhogy nem gondoltuk másképp ezt a történetet, mint hogy felhívjuk Bátaszék polgármesterét, dr. Bozsolik Róbertet, hogy vajon ők készülnek-e már a dologra. Hát persze, meg természetesen azért is, hogy megkérdezhessék tőlünk, hogy mivel tartoznak. Robert, jó reggelt kívánok, polgármester. Jó reggelt kívánok. Köszöntelek benneteket, és köszöntöm a rádió hallgatókat. Mindjárt előjáróban akkor szeretném is megköszönni nektek, hogy tényleg ilyen aktívak voltatok ebben a versenyben. Picit elébe mentünk a dolognak. Átér, fölvezettétek, jó lesz a dolgot természetesen. Nem is lehetett máshogy lecsapni, és természetesen mindazoknak, akik tényleg ebben az egy hónapban mellettünk álltak és szavazataikkal segítették, hogy ez a bátaszéki morvos tölgy elnyerhesse esetleg az európai évfája címet. Hát tényleg nagyon nagy dolog lenne. Tudtok-e valamit? Hát próbáltunk mi is kutakodni ebben a dologban, hogy hát ha esetleg ilyen zuhanyhíradószerűen valami információt elcsöpögtetnek, de sajnos nem tudunk semmit, csak az időpontot, hogy április 20-án várnak bennünket Brüsszelben. Aha, na akkor egy utazás is van. Hát itt ugye akkor az a kellemetlen, hogyha kimentek úgy, hogy hát nincs díj. Egyébként sokan írják, hogy április 22 ugye a föld napja, és akkor valószínűleg ehhez igazították a dolgot. Jelentkezni kellett annak idején, vagy volt egy bizottság Brüsszelben, aki azt mondta, hogy gyerekek, Magyarországról vajon kit jelöljünk? Ki lehet az a fa, vagy melyik fa lehet az, amelyik így megérdemelni ezt a jelölést? Vagy ti mondtátok azt, hogy kérem szépen, akkor mi szeretnénk benyomni a bátaszéki molyhos tölgyet? Hát 15-ben indult ez a folyamat, akkor ugye egy alapítvány megszervezte Magyarországon a magyarországi vetélkedést, erre lehetett jelentkezni. 70 település nevezte a maga fáját, és ebből egy szakmai zsűri választott ki 15-öt, aki a magyarországi döntőt vívta az elmúlt esztendőben, és ezt nyertük még meg tavalyi év végén, és ezzel szereztük meg a jogot, hogy 16-ban indulhattunk, és képviselhettük Magyarországot. Tehát van egy magyar elődöntő, akkor ez nagyon komoly, nagyon komoly. Ott mennyire magasan nyertetek? Hát ott szoros volt a küzdelem, ott ugye mindenki igazán a saját kis közösségét tudja mozdítani, ott 6500 szavazat körül eredmény volt, és a mögöttünk lévő néhány száz szavazattal maradt le. Említettétek, hogy ez az európai versenyben, amíg láttuk az eredményeket, ott gyakorlatilag tényleg egy közösségi összefogásnak köszönhetően egy 13 ezer szavazattal húztunk el a cselekedőt. Azért az már nem gyenge. És hát meglátjuk, hogy ez sikerült-e továbbfokozni, vagy legalább megtartani abban az időszakban, amikor nem láttuk az eredményt. Aha, hát ugye az eredeti verseny a csehek nevéhez fűződik, tehát hogy ők hívták életre ezt a vetélkedőt. Tehát nagyon bízunk benne, hogy nem mahinálják meg így a háttérben az eredményeket, mert nem nyúlnak bele a szavazásba, és nem derül ki, hogy aztán egyetlen szavazattal mégis a csehek nyernek. Hát nagyon bízunk ebben, így akarom. Nem így lesz. Kidoboltattátok a kisbíróval a nagy faluban, hogy mindenki szavazzon két e-mail címről lehetőség szerint. Abszolút. Tehát ilyen összefogás régen volt már az ott esetben a településen. Bárkivel találkoztál, a harmadik mondat már az volt, hogy akkor reméljük, megnyerjük a molyhos tölggyel ezt a versenyt. Tehát tényleg nagyon nagy összefogás volt a kisvárosunkban. És hát országos szinten is. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy sikerül ennyi embert az ügy mellé állítani, és segítségül hívni ebben. Megköszönted, már nem kell még egyszer. Persze, Nobi, nyugalom. Nyugi, a Jani nem ezért csinálta, tudod? Nem ezért csinálta, ő neki kevés is elég, tehát a díjátadón szeretne ott lenni egy VIP helyen, sok süteménnyel, vegás kajával. Nem voltam még Brüsszelben én sem. És szívesen megnézni. Így van, és semmi gondom nincsen. Nem baj. Nem baj, hogyha nincsen másik szoba, egy kétágyasban mi ketten szerintem el leszünk.
Nem olyan nagy gond. Tudod, én voltam még katona, hogy az előbb is utaltunk rá, tehát hogy voltam én olyan hálóban, ahol még olyan körletben, ahol voltunk több százan férfiak együtt, el tudtuk viselni egyébként. Rendszeresen szellőztetünk, nem lehet nagy probléma. Amit még akartam kérdezni, vagy kérni, hogy nekem a testméreteimből kifolyólag kb. Ugyanakkor egy teljes alakos szobor, mint mondjuk a Ferének egy mellszobor. Hogy, de jobban jártok a Janival. És szerintem igen. Ezért is, mert én is a tölgy mellett vagyok, de én azért nem akartam így nagyon korteskedni, mert belőlem mellszobrot csinálni a sok fa. Így van. Vagy így sok van. Kő. És megelégszem valamilyen hulladékfémből készült szobor, és nem kell bronz. Határeset, de meg tudjuk oldani szerintem. Jaj, de jó, meg hogyha esetleg van tényleg valamilyen kisebb, mit tudom, egy köz, vagy egy dűlő, vagy akár ahogy mondtuk a műsorban korábban, egy zsákutca, aminek még nincsen neve, lehet. Vadontér. Persze, igen. Mit szólnátok az odavezető úthoz? Tehát azt elneveznék. Az odavezető utat? Persze. Mi morning show-sunk? Vadonút. Hát vadonút. Ez a Jani, Vadon János. Várjatok, az a baj, hogy Magyarországon nem lehet közteret elnevezni élő személyre. Így van. Jó, akkor majd felkötöm magam előtt. Vagy vár. Figyeljetek, és azt észrevettétek amúgy, hogy így nagyobb a nyüzsgés a tölt körül mostanában? Igen. Tehát, hogy kíváncsiak rá az emberek? Így van, határozottan megnövekedett gyakorlatilag a forgalma, úgymond átlag emberek is, és hát közszereplők is gyakran fordulnak meg, és csodálják meg ezt a tölgyet is, illetve hát azt a környéket, amit erről a helyről lehet látni. Mert szép egyébként a környék is. Így és van. Rátelepítettetek esetleg valamilyen vállalkozást? Tehát, hogy mit tudom, a kápolnában üzemel most már egy kocsma, vagy egy büfé, vagy egy ilyen kis ajándéktári volt, vagy ilyesmi? Ezen nem gondolkodtunk, tehát ha lehet, akkor meghagynánk abban a magányában, ahogy az elmúlt 700 évben hoztál. Annyit viszont fogunk tenni annak érdekében, hogy az utódoknak is legyen hová járni, hogy május 25-én az Orbán napi búcsú keretében egy csemetét ültetünk mellé, hogy a jövőnek is legyen hová járni és emlékezni. Ő is molyhos lesz? Ő is molyhos. Mitől molyhos? Én megyek így az úton, ott állnak a tölgyek. És honnan tudom, hogy az molyhos, vagy nem? Hogy néz ki a moholy? Gyakorlatilag azért hívják molyhos tölgynek, mert a levelének a szárán vannak kis szöszök. Aha. És ez különbözteti meg a többi tölgy fajtától, és ezért hívják gyakorlatilag molyhos tölgynek. Nagyon jó. És ez az Orbánnak egyébként ez egy új keletű kezdeményezés, vagy pedig ez már a régi patinás? Nem, hát ez már több száz éves. Ez már több száz éves, tehát van ennek már hagyománya. Jó, akkor jó. Na, jól van, köszönjük szépen, akkor hát Robi, egyeztetünk, hogy a brüsszeli utazást azt a Janival hogy tudod nyílbeütni, illetve a kis apróságok, amikről már nem beszéltünk. Nem kell biznisz egyébként a turista osztály, és nekem tökéletesen megfelel. Én mindenhol ki tudom nyújtani a lábam. Rajta leszünk mindenképpen. Jól van, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és akkor továbbra is szorítunk, bár a szavazást már befolyásolni nem tudjuk, de nagyon reménykedünk benne, hogy akkor miénk, és Bátaszéké lesz majd a fődíj. Köszönöm szépen, további szép napot! Köszönjük, hello, szia! Szia. Na, újabb jó fej polgármester. Jó arc. Már nem tudom, harmadik. Kazincz Barcika mellé felzárkozott, előtt teljesen Bátaszék is. Jó, köszönjük szépen. Légy szíves, ne ígérd meg, hogy Bátaszékre is megyünk kitelepülni, mert a tavaszi sorozatban már ugye szerepelnek ilyen egészen biztosnak tűnő kitelepülési pontjaink. Bátaszék még nincs benne. Friss hírekkel folytatjuk most. Ákos jön, aztán jövünk vissza mi is, és lehet jelentkezni a Mit mond Dóra című játékunkra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 Dóra játékra jelentkeznek. Nagyon sokan, köszönjük szépen. Van Trafink, Siófokon, Szabadi fürdőnél mérnek a rendőrök. Pityu írta, Lurdi előtt, Citroën, mi? Citroën. 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 Egy autó felfutott, csak nem tudtam, hogy ez most ide, de jó, tehát ott van egy szalon, gondolom. Egy autó felfutott félig a villamos sínre, a körúton az egyes villamos nem jár, és egy sáv foglalt. Na, így most már egyértelmű a hír. M7 Budapest felé Pákozdi pihenőnél mérnek, szép napot, ezt pedig Ildi írta nekünk. Köszönjük szépen. 0676 45 00 00. Ez az SMS szám, is jöhetnek továbbra is a közlekedési információk. Egy remek férfira bukkantam az elmúlt napokban. És úgy gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a jó híremet. Rák Bencének hívják, és a Kongói Népi Demokratikus Köztársaságban tölti a napjait.
Aha, igen, itt a rögtön így az első kérdés, hogy ez emberek eszemét, hogy mi van, és miért, és mit keres ott. Kérlek szépen, nincs jobb dolga. Van neki jobb dolga, ő egyébként Magyarországon él, tehát nem kint lakik Kongóban, viszont most kiment segíteni. Hogy ez egy olyan érdekes dolog, amikor az ember így fogja magát, nyilván kell hozzá valami, hogy megtehesd, hogy ne legyen család, ne legyen kötődés, hogy azt mondja, hogy egy kicsit így kinézel külföldre, és ott próbálsz segíteni embereken. Hát ugye a Kongó... Ja, mert hogy itt már minden rendben van, akkor most nézzünk körül egy kicsit a világban, hogy biztos vannak olyan helyek, ahol nincs minden rendben, és hát ha ott tudnék egy picit segíteni, hogy ott lehet, is olyan szép legyen. Igen, lehet így, mint itt nálunk. Az ő esete annyiban más, hogy ő ugye egy optikus, tehát nekem innen az ismerettségem vele kapcsolatosan, és ő kiment oda tanítani 17-18 éves fiatalokat, mert ott ez egy nem létező szakma. Tehát, hogy így a szemüveget nem nagyon ismerik, hát nyilván ismerik, meg tudnak róla, de hogy nagyon sokuknak nincs, és szükség lenne rá. És Bence úgy döntött, hogy kimegy oda segíteni, fogta az összes motyóját, ami kell ahhoz, hogy az ember optikus legyen, kiköltözött, és a helyi fiatalokat, 17-18 éveseket tanít optikuskodni. Mert ezzel szakmát ad az ő kezükbe, illetve hát még azt is eléri, hogy az egész kongói népi demokratikus köztesség jó fog látni. Ez egy jó kis kezdeni. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, ez egy ilyen abszolút jó kis hír, úgyhogy föl is hívjuk a Bencénket, akit már itt is van a vonal túlsó végén, ha sikerül Kongót kapcsolni, de már igen, mert én kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet ott, és remélem, hogy ti is, ha nem, akkor bocs. Uh-huh. Szevasz, Bence. Ilyenkor a hívott fizeti a számot? Ja. Igen, ő. Mi jó reggelt. Szevasz, Bence, hello, jó Szia, reggelt. Bence, jó reggelt. Jó reggelt, Magyarország. Egy mondatot arról csak, hogy mi vezér az embert, amikor ilyen dolgot vállal. Normális. Egy ilyen missziót. Hát, most egy kicsit elgondolkoztam ezen, mosolyogtam a híreket, amit hallgattam a rádiót, hallgattam korábban, hogy a honvédség kérte, hogy az autóparkot esetleg bekérik, vagy megkérdezik. Hát itt azért az egy elég érdekes dolog lenne, amikor megkérdezik, hogy hello, van autód, és hát igen, ott van a Lungnavasugárúton 4 téglán, most rakják rá az új szlikket, szóval érdekes dolgok ezek. Most jelenleg itt ugye szubtrópusi éghajlat van, 28 fok, a nap nem süt, rettenetes pára, és itt mennek az autók az utcán, jönnek, mennek, itt mellettem ül két helyi fiú, akik itt beszélgetnek a teraszon, egy másik mellettem lévő házba szól a zene. Szóval úgy, hogy el vannak. Hát, köszönjük szépen a közlekedési információkat, majd továbbítjuk az Ákosnak, belerakja a következő hírekbe. De mi vezérel arra egy magyar fiatalembert, akinek nyilván minden barátsága, minden kapcsolata ide kötődik Magyarországhoz, itt van egzisztenciája, itt él, ráadásul van egy jó hivatása, és hogy kimenjen Kongóba, és hogy megismertesse őket egy olyan hivatással, aminek egyébként nincsenek gyökerei az országban. Ez részben téves, ugyanis a szemüveg a státuszszimbólum, tehát nagyon érdekesek itt az emberek, nagyon fontos nekik az ing, és nagyon fontos, nagyon sok inget hordanak, nagyon szép ruhákba próbálnak járni, még akkor is, hogyha nem megfelelő körülmények laknak, ami abszolút nem megfelelő, tehát a körülmények nagyon nem megfelelőek, és Én egy magyar fiúval lakom együtt a képen, megjött, és az esőmagot próbál értékesíteni itt Kongóba. És ugye, ha nagyon rossz körülmények között is laknak, akkor is nagyon szépen felöltöznek, mert úgy érzik, hogy akkor sokkal több ajtó nyílik meg előttük, sokkal jobban tudnak érvényesülni, és a szemüveg az nekik státuszszimbólum. És ez úgy kezdődött ez az egész dolog, hogy maradtak némi szemüvegkereteink régiekben a mi üzleteinkben, és akkor én felajánlottam ezt az Afrikáért alapítványnak, akinek az elnökével lakom itt együtt ebben a házban. És akkor egyszer csak arra ébredt, és kint vagy Kongóban, és szemüveglencséget csiszolsz be keretekbe. Igen. És akkor tegnap megépítettük a látszerészműhelyt, és akkor tegnap már csiszolgattak, sablont vágtak, ügyeskedtek. Na várjál, ez a megépítettük a látszerészműhelyt, ez mit jelent, hogy elmentetek, és akkor vályogtéglákat vertetek? Nem, kedves tőled. Ez egy egyébként egészen jó felépített iskola és árvaház 600 gyermekkel, amit részben ez a Magyar Alapítvány tart fent, és én 5 tanulót kaptam meg ebből az iskolából, 2 teljesen árva gyermek, és a többi 3 pedig felső tagozatos az iskola tanulói, 17-18 éves gyermekek, és franciául folyik az oktatás, és akkor ők ezt így élvezettel csinálják, és Magyarországról, amik ilyen régi kézi csiszológépek voltak, azokat elhoztuk magunkkal, még hoztam magammal egy mázsa optikai felszerelést, és akkor ezeket bevittük az iskolába, én kaptam egy termet, aminek ablaka nincs, de ajtaja van. És ez jó, meg be lehet jönni, igen, ez előny egy ilyen termnél. Igen. Na, nagyon jó.
Tehát akkor azért volt benne egy küldetéstudat is, tehát nem csak arról volt szó, hogy hallottad, hogy milyen menők lesznek, akkor a felraknak egy szemüvegkeretet, ha még lencse sincsen benne, még akkor is, és akkor hogy hívják, szereted volna, hogyha minden kongói nagyon menő lenne, hanem azért volt benne egy masszív küldetéstudat, hogy jó lenne, hogy ezek az embereknek, akiknek nincsen semmiük, lenne végre valami az életükben. Abszolút, abszolút. Ez egy 5 éves program, és most idén az a koncepció, hogy kapnak egy alapképzést ezek a gyermekek. Viszonylag sok optikai üzlet van egyébként ahhoz képest, hogy mekkora ez a város, és csak így a méretekből levonva a 11 milliós város, és maga kincsasza az 90 ezer négyzetkilométer. Ez akkor város, Magyarország. Akkor a város, mint Magyarország, pontosan. Jézus. Lakik benne 11 millió ember, és a városnak a 10%-a lakott. És ugye áramunk az nekünk tegnap napközben nem volt, csak este, most éppen ég a villany, vízünk az nincsen, most túl sok, valamennyi még két hordónak az aljában van egy kevés víz, mert a város különböző kerületeiben van áram, és akkor napközben itt nem volt áramunk, este van áram, napközben egy másik kerületben lesz áram, és így van ez az egész dolog megoldva. Hát ott megtanulja az ember becsülni a kicsit, nem? Hát nagyon komolyan megpróbálja. Vagy hát nem megpróbálja, hanem muszáj neki, kénytelen. És nem az, itt nem az a kérdés, hogy ötször eszel-e keveset, hanem hogy sikerül-e kétszer nekem, még így nekünk is. De megoldjuk. És magyar üzemeltetés, vagy magyar fenntartása az egész intézmény? Igen. Az Afrikáért Alapítvány tartja fenn ezt az intézményt, és azok a gyermekek, akiknek a szülei meg tudják fizetni a tandíjat, ők járatják a gyermekeket iskolába, és akkor természetesen a tandíjból is fenn tudják tartani az iskolát, illetve a fenntartást megoldják abból is. Amelyik szülő pedig úgy gondolja, hogy a gyermeke nem érzi a gyermekén, hogy túl sokat fogott volna rajta a dolog, akkor nem biztos, hogy utána már az apuka, anyuka visszaengedi a gyermeket az iskolába, hanem be fogja otthon dolgozni. És akkor én innen ebből a házból besétálok az iskolába, az 10 perce van innen, egy rettenetes szegény negyeden megyek keresztül, ahol se út, semmiféle ilyen dolog, egzisztencia nincsen, hatalmas sár és kosz, és a gyerekek tényleg szó szerint egy fa bottal azon versenyeznek, hogy a kicsi tetőfedőt azt ők hajtják, és akkor versenyeznek és örülnek, és de közben pedig hatalmas a boldogság. Hát igen, a játékhoz nem feltétlenül kell a gazdagság, ez majd még később lesz izgalmas az ő életükben. És aki nem tud ide ebbe az iskolába járni, akkor ő egyéb kongói állami intézményben nem is tudja beadni a gyerekét, tehát nincs oktatás? De van azért oktatás. Más iskolák is vannak, de most én konkrétan ugye erről az iskoláról tudok beszélni, mert innen vannak tapasztalataim. És akkor, hogyha mondjuk hatalmas eső van tegnap előtt, éjszaka például óriás vihar volt, dörgés villámlás, például a gyerekeknek egy ilyen formaruhájuk van, mindenki ugyanolyan ruhában van, amikor engem fogadtak, így nagyon-nagyon kedvesek voltak, és rettenetesen megható dolog volt, hogy a gyerekeket kihozták az udvarra, és akkor énekeltek nekem, kaptam tőlük virágot, imádkoztak értem, tényleg nagyon... Jó, nagyon csak bírja ki velünk a bácsi. Ez a közbiztonság miatt van, imádkoztak értem, amikor megérkeztek. Vagy a nem, hát úgy érezték, azért is a sztereotípia, tehát itt azért nem rabolnak el, nem koncolnak fel, nem köveznek meg, otthon azért rengeteg ilyen telefont meg mindenféle ilyen instrukciót kaptam, hogy hú, vigyázzál, ne üljél be ismeretlen taxiban, ne üljél fel olyan motorra, hát most a taxi az, vannak ezek a kis buszok, és akkor benne ül, hát 18-20-25 ember. De ez a 9 személyes, ugye? Persze. A 9 személyes a Yarisban általában 7-80, és akkor ütik a tetejét, meg kiabálnak, és akkor fel akar szállni, akkor az itt a helyi pénzért, akkor felszállhat arra a buszra, vagy éppen autóra, vagy bármire. Más világ, az biztos, mint Magyarország. Nagyon. Meddig igen, maradsz igen. Kint, Bence? Most március 15-ig maradok, a jövő héten lesz egy magyar-afrikai gazdasági fórum, amire egyébként több magyar cég is jön, akik szeretnék bemutatni a termékeiket. Van, aki, akivel együtt vagyok, az Andrással, ő például vetőmagot szeretne értékesíteni, van, aki élelmiszercsomagolást mutat be a jövő héten, van, aki napelem gyártással foglalkozik. Tehát több cég jön, hogy ez Magyar Nemzeti Kereskedőház segítette ebbe, a Budapesti Kereskedelmi Ipar, a Kézműipari Tagozata. Tehát számtalan olyan intézmény, akik azért meghatározóak otthon. És én március 15-ig maradok, akkor jár le az első kurzus, és akkor utána megyek haza, és akkor szervezzük a következő utat Nigériába, a Boko Haram által elüldözöttek menekültábora mellé, illetve Etiópiába. De akkor, ahogy felvázolod a dolgokat, igazából van benne üzleti lehetőség is?
Van, abszolút van, de mondjuk óvaintek bárkit attól, hogy mondjuk a hátára vegyen egy mázsa babkonzervet, és jöjjön, adja el. Tehát az mindenképpen csak úgy, hogyha helyi, helyi partnere nem van. Is azt gondolom, hogy igen, hogy a kereskedelemnek nem is azt gondolom, hogy ez a jó formája egy mázsa babkonzervel, de értem. De lehet, hogy mondjuk cserekeskedelem működik még, és akkor az is előfordulhat, hogy a barátod, aki mondjuk a vetőmagot szeretne eladni, el is tudja adni, csak éppen mondjuk 3000 darab szemüveg keretet kap majd cserébe, amit lehet, ő egyébként Kenyából jött át, ő Kenyában él, és akkor Kenyából jött át ide Kongóba, ő nem is nagyon megy haza Magyarországra, és ő így kb. Az egyenlítő alatt 25-30 magyar él, de nagyon összetartóak, nagyon bozsuk, nagyon összetartóak, és hogyha mint amit volt egy magyar küldöttség, akik korábban megérkeztek nagyon csinos ruhában, nagyon szép cipőben, nagyon drága telefonjukkal, és két nap alatt sajnos lehajtott fejjel el kellett hullogniuk haza, mert nagyon nem értek cél. Bence, köszönjük szépen a beszámolót neked, akkor sok sikert, és nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt önzetlenül, vagy hát legalábbis ezt a részét még önzetlenül csinálják, aztán a többit majd látjuk. Köszönjük neked, vigyázz magadra. Oké, köszönök mindent, sziasztok! Szia, bonjour, vagy izé, arrivederci, az való. Na, már is meghallgatjuk, hogy Dóra mit mond visszafelé. Visszafelé beszélünk. Ülész hebére faszi. Hozzájállat, életfeszülben nem. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán mime. Aki válaszol. Sziasztok, Igá vagyok Zalaegerszegről. Ági. Jó reggelt. Otthon vagy, mert van egy 18 hónapos kislányod, ugye? Igen. De jó. Meddig fog tartani ez az idilli állapot, hogy kettesben otthon? Hát valószínűleg még egy fél év. Még egy fél év, aztán jönnek a munkás hétköznapok. Igen. Izabel részére is a bölcsödébe. Izabel. De szép neve van. Gyönyörű. Na mit választasz? Ország, híres ember, közmondás. Ez maradt meg még? Ország. Ez egyszerűnek tűnik azért? Hát most a három közül igen, talán ez tűnik a legegyszerűbbnek, de hát majd meglátjuk. Jó, figyelj, indítjuk a fél percet, ebbe kétszer fél bele az, hogy megmutassuk. Íme az első. Gászra temén. Na, még egyszer. Gászra temén. Gászra temén. Nagyon egyszerű. Temén. Neked. Neked. Mén a vége, mén. Németország. Ági, is csak összehoztuk. Na, még egyszer meg kellett volna mutatni, akkor ugrik valami az ajándékcsomagból. Igen, de jó, meg lesz minden. Így megkapsz mindent, úgyhogy gratulálunk, sikerült Németország valami. Köszönöm, de jó. Mi is, vigyázz magadra, szia, hello. Köszönöm, sziasztok. 5 perc múlva 8 óra friss hírekkel folytatjuk, aztán jövünk vissza mi is. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 perc elmúlt, 8 óra, jó reggelt, szevasztok. Ezután a dal után Balázs biztos, hogy tépi a maradék haját. Ula-ula írja az SMS írója, tehát a hallgató. Nem tudjuk, szerintem nem tépi, mert nem hallja, még szabadságon van. És majd holnap. Nem, azért nem mazoista szerintem, tehát nem fog minket hallgatni akkor, amikor egyébként más dolga is lehetne. Bármi. Ott szerintem, ahol ő most van, ott bármi jobb, mint ez. Baleset a Váci és a Megyeri sarkán, nagy a torlódás, csengő írja. Nekünk kedves Ágos mindenki, Dózsa György út felmúlást értve végig, akkor ez a baleset miatt a Váci út irányában végig áll, mindazonáltal a nap süt, szép napot. Köszönjük 71-es főút Balatonalmádi végén Fűzfő irányába mérnek, Tomika, újra jár az egyes villamos, az autót leemelték a sinekről, Piti írta nekünk, Siófok szabadi fürdőnél mérnek a rendőrök, Pityu. És körülbelül ennyi, igen, ezek voltak a friss információk, köszönjük szépen. Reggel már beszéltük egy nagyon cuki dologról, ennek egyébként a Facebookos posztját el is tudjátok olvasni, hogyha ellátogattok a mi oldalunkra, és meg tudjátok nézni, hogy Bud Spencer hogy üzent egy magyarországi rajongójának, egy 15 hónapos kislánynak, Fruzsinának, aki minden este úgy alszik el, hogy a Kincs, ami nincsnek, a zenéjét hallgatja, illetve hogyha meglátja a mestert a televízióban, akkor odarohan a tévéhez, és megöleli, és elkezd sikongatni, annyira imádja, és aztán az ugye
ennek a dolognak a következménye, hogy, hogy Bud Spencer az egyik éjszaka jó éjszakát kívánt az ő kis Hungarian Baby fennyének, ahogy ő írta a Bud Spencer official-ön. Na és mi most megint egy ilyen cuki témával megyünk tovább, mert hogy olvastunk fönt a neten egy olyan infót, egy olyan kis történetet, ami tökre meghatott minket, akármennyire is egyébként meglepő, mert hogy nekünk is vannak érzéseink, ha már nem is sok. Mélyen, legbelül értve nem mindig mutatjuk ki, ezt szoktuk mondani. Tehát van, de nem mutatjuk ki. A gyermek születése az mindig egy ilyen csodálatos, meg örömteli pillanat. Nyilván mindenki készül rá, ha nagyon akarod a dolgot, végre összejött, és akkor már az egész családot zsizseg, kórházba vonulás, megszületik a csöpség. Alig várod az első családi pótlék. Így is van, plusz a tejfakasztó bulit a haverokkal, Isten, a kettő is volt, de szép volt mind a kettő, amire emlékszünk, ahogy szoktuk volt mondani, de hogy tényleg egy ilyen nagyon jó pillanat, ám ezekben a pillanatokban néha az élet egy picit beleszól, hogy igazából nem azon a normál módon megy, ahogy te azt eltervezted. Mert például ilyenkor az szokott történni, hogyha tudod, hogy neked a kórházig az utat például a fővárosban egy 30 perc lesz, akkor lepróbálsz többfelé útvonalakat. Tehát, hogyha forgalmi dugó van, ha baleset, akkor arra merre menni, hol tudsz kerülni, mit lehet jól csinálni. Vidéken ugye megint bonyolultabb a helyzet, ha te egy kis falucskában laksz, és szeretnél eljutni a városig, akkor ez körülbelül ennyi idő. Oké, de mi van, ha esik a hó? Például, ha februárban születik a gyereket. Összekészíted a csomagokat, hogy ugye az utolsó pillanatban kelljen majd kapkodni. Ott van egy olyan telefonszám, esetleg nem csak egy telefonszám, hanem kettő vagy három is, amik keresztül tudnak értesíteni, hogyha megindulnak a nagy dolgok. Nálunk is egyébként, amikor megindultak a nagy dolgok, akkor rögtön kaptam a telefont, a monitor, és akkor mondta, hogy hát elfolyt a magzatvíz. Én mondtam, hogy szerintem az nem az, és letettem. Ugyanez. De az volt. Tök ugyanez. Én reggel keltem föl, akkor már reggeli rádióztunk az első gyereknél, állok kint a fürdőszobában, mosom a fogomat, és akkor jön ki a béka, valamit mond. Hát én meg tudod, halálkóma vagy hajnalban, még tele a szád a fogkefével. Kijövök a fürdőszobában, nyugodtan pisi, így ágálom, megmosom itt kint a fogomat, és akkor mondta még egyszer, hogy de elfolyt a magzatvíz. Uh-huh. Ugyanez. És mondtam, hogy ez nem lehet, hagyjál már, nekem mennem kell dolgozni. De mondta, hogy ez nem így működik. De te legalább csekkolhattad, én egy pár kilométerre voltam onnan, és így telefon keresztül meg is állapítottam, hogy az nem lehet az, és a vége az lett, hogy az apósom volt az, aki bevitte egyébként a kórházba. De várjál, letetted a telefont, és föl se vetted aztán, vagy nem is hívott több? Nem, mert edzésem voltam, és volt kisebb gondol, és nagyobb volt annál, hogy most jön a gyerek. Óriási! Igen, van még 8 szériám a fekvenyomásból, azt is meg kell csinálni. Na, szóval ilyenek is vannak, vagy hogy a természet egy kicsit mondjuk úgy szól bele, hogy hamarabb jön a gyerek, mielőtt például odaérnél a kórházba. Hát egy ilyen helyes történet indult el a Facebookon Varga Csaba kispapától, aki, ha minden igaz, már itt is van velünk, nincs még itt velünk, de majd mindjárt itt lesz. Ő ugyanis a bonyhádi mentősöknek szeretné, vagy szerette volna megköszönni a Facebookon keresztül, hogy világra segítették a kislányát, mert hogy elindultak ők, hogy a kórházba beérjenek anyukával és a gyermekkel, azonban a gyermek úgy döntött, hogy hamarabb szeretne világra. És egy rendhagyó helyen történt meg a szülés. Méghozzá egy parkolóban, hogyha minden igaz, de már itt is van Csaba. Jó reggelt, szia Csaba! Jó reggelt kívánok, Varga Csaba, hogy Bonyhádról. Hello. Jó reggelt! Na hát először is gratulálunk az újabb gyerekáldáshoz. Köszönjük szépen. Na meséljél nekünk, hogy történt az eset. Elindultatok, kiszámoltátok, pont oda fogunk érni, de... Hát igazából ez olyan nagyon villámcsapásként jött, igazából nem tudom, hogy lehet ezt nevezni, villámszülés, igazából az orvosok szerint is. Hát ez úgy történt, hogy pénteken reggel, hát a feleségem már korán fönt volt a picikével, mert sajnos otthon van az óvodából, a 3 éves kislány, a Leona. És sajnos influenzás, és kint játszott vele a szobába. Semmi fájdalom, semmi előjel nélkül, hát elment a vécére, és hát a szokásos kisebb magzatvíz elfolyás. Rohan behoznám a szobába, azt mondja, hát lehet, hogy menjünk el. Hát akkor egyből fölöltöztem, siettem, és az öltözés közben hallom, hogy hatalmas üvöltés, meg minden, hogy jöjjél gyorsan, Istenem. Kimentem hozzá, és a vécébe azt mondja, hogy ő már érzi a fejét, hát lehetetlen. Mondom, szerintem igazából ilyenkor azt mondja, de hogy nem érzi, hogy jön lefelé, hogy engedi magát, és igazából érzi a fejét a túljaiba. Tehát te is ugyanaz vagy, Csaba, mint mi ketten, nem tudom, hallottad, de mi is pont ezt meséltük el, hogy a férfi azt mondja, hogy nem lehet azt, hogy nehogy már. Mondom, ezt nem lehet igazából, ők kezdőnek, hogy nem tudom, hány perc is fájás, és akkor szépen az kevesebb, és igazából
nem tudtam éppen mit csinálják. Hát hívás listában a kedvencek között van a Bonyhádi Bentének a fában. Nyilvánvalóan nem azért, mert állandóan kapcsolatot szeretném őket, hanem ha véletlenül valami probléma van, akkor egyből legyen kéznél a szám. Szóval ne kelljen a hívás listára keresni. Persze. Hát hívtam a Bonyhádi Mentőket, és tényleg olyan gyorsan kiértek, hogy hihetetlen, szerintem 3 percen belül. De közben ti elindultatok? Nem. Egyből jöttek a fájások, és ő érinti a fejét, és én telefonáltam, és mondtam, hogy mentősnek, hogy hát mi szeretnénk szerintem egy esetkocsit tennem, meg mi a, hogy a feleségem érinti a fejét. Kijöttek, nagyon aranyosak voltak, és nagyon gyorsan beraktak mentőautóba, közben anyósom is hazaért a pitikért taxival a munkából. Én ugrattam az autóval, és utána ment után, de hát ők már elindultak. Nagyon taktikusan nem hagytad ki az anyósodat a sztoriból, de hát persze, kedves anyukat, drága kezét csókolom. Dolgozott is Texasban dolgozik, és hát az én onnantól busztal hazaérni, mert buszon szokott bejárni, ha lehetetlen, és akkor feleségem telefonált, meg kell, hogy beindult a szülés, közben mikor hát helyes az az 1-2 talán, az a hatalmas, és mondta, hogy taxival gyere, ne busztal, mert nem fogsz hazaérni, és hát taxit rendelt, és ahogy a mentősök elment, szerencsére ő is egy percet befutott, úgyhogy egy kis nem tudtam hagyni. Megvan az anyuka, hogy a ridiküllel üti a taxis fejét, hogy menjen már gyorsabban, szegyünk! Szóval mindenki hazaért, a mentő elindult, te bevágtad magad a kocsiba. Hát én az autóval ezerrel után, hogy vészvillogó, no, a sebességeket belem tartva, úgymond, most elnézést. Erről nem is beszélünk, csak. Hát és utolértem őket Szépfölgyesnél, és látta a félre vannak állva ott, ahol a vámosok szoktak állni, meg a rendőrök, és ott villog a mentőautó, úristen, mondom, mi történt. Megálltam előtte, gyors oda rohantam, kopogtam, mentős autó, kintották az ajtót, azonnal jöjjön be az autóba, hát láttam a kisment, hogy na, meg volt, hozzáköt a feleséged. Ez hihetetlen, elindultok, akkor még nincs gyerek, és akkor legközelebb találkoztak, már ott van. Hát ez nekem nagy meglepetés volt, meg igazából sem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek, mert minden megláttam a piciket, és abban a pillanatban a mentőorvos már ketten álltak, vagy három az körülötte, szinte 20 centi helyen semmi helyig nem volt, egyben nyomta az ollót a kezem, mert na apuka, hogyha már itt van, akkor tessék, meg a kardisnak. De jó, hihetetlen. Az első is ilyen könnyű volt? Na ezt akartam mondani, még hogyha belefért volna, hogy az a furcsa az egészben, hogy az első kisfegy ugyanott állt meg a mentőautó, ugyanilyen gyors volt a szülés, de viszont ő neki csak a feje volt kín, a neonának 3,5 évvel ezelőtt, és ugyanúgy történt szinte az egész, de viszont ő Bonyhádon született, vagy Texasban születtek meg a kórházba. Úgy jöttek a mentősök, hogy ők még megrendelkeztek 3,5 évvel, hogy beérnek vele a kórházba. De ilyenkor mit írnak be egyébként, hogy hol született a gyerek? Hivatalosan a 6-os számú főút. Nem azt írtam be, mert én is az volt az első kérdés, amikor bejöttem a kórházon, hogy nyilvánvalóan mentősök azt mondták, hogy őt azt írja be a papírra, hogy Szépfölgyes, de viszont hivatalosan anyakönyvet tettek fel a hivatalos. Uh-huh. Ennyi a sztori igazából, és hogy mi hogy jövünk be ebbe a képbe, azt is el tudod mondani, hogy neked volt a Facebookon egy kisebb felhívásod, mert hogy mit szeretnél? Nagyon meglepődtem igazából, mert én egy néhány mondatban szeretem volna kifejezni a mentes, ma olyan gyorsan fajlott minden, hogy igazából se nevet, se igazából köszönöm, vagy az ember úgy benne nézhet volna mentesetek a személyébe tényleg úgy, hogy köszönöm, mert ők is siettek, hogy újra felkészítsék az autót a következő esetre, mivel hogy hát ilyenkor az autót utána ki kell sterilizálni. És nem volt idő igazából ezekre a dolgokra, és gondoltam néhány mondatba, az interneten, hát hájuk hozzájuk valamilyen formában megosztásokkal néhány ismerős vagy egy-két ember, és másnap beléptem az oldalam, és egyszerűen meglepődtem, hogy 10-20 000 már a megosztás, és az egész országban híre ment, akkor kaptam újságoktól felhívást önöktől, mindenhonnan csak a Bliktől, a Tényektől kerestek, és igazából nem tudtam mindenre válaszolni, mert meg sem tudtam nyitni az oldalamat, hogy elolvasni az üzeneteket, és Csaba, azt gondolom, hogy az ilyen helyes sztoriknak teret kell adni, meg ez olyan jó maga a történet, és ami veletek lezajlott ugye a szülés, de az, hogy a mentősök meg ilyen jó fejek voltak, az meg külön jó dolog. Így van. Annyira kedvesek voltak minden annyira, hogy hihetetlen. Na, mi pedig akkor azt gondoltuk, hogy lehetőséget adunk neked erre a köszönömre, mert itt van a vonal túlsó végén Rézműves Ede, aki ott volt a mentőben, lehet, hogy ő maga volt az, aki világra segítette a gyerekedet. Szia, Ede, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hello, Csabi! Szia, Ede!
Na figyelj Csaba, azt el kell mondanom, hogy Ede annyira jó fej volt, hogy ő végig nem nagyon akarta ezt, azt mondta, hogy neki ez a munkája, ez a szakmája, neki ezért nem jár köszönet, de miután a Janival oda mentünk kettesben is életveszélyesen megfenyegettük, hogy már pedig álljon rendelkezésre, akkor azt mondta, hogy jó, jó, akkor muszáj, tehát hogy tényleg Edének minden tiszteltem, mert ő végig azt hangsúlyozta, hogy figyeljetek, én egy mentős vagyok, nekem ez a dolgom, de hát azért mégiscsak úgy döntöttünk, hogy összekapcsolunk benneteket, és a Facebookon kívül itt is lehet adunk Csabának, úgyhogy te jössz. Akkor szeretném is az Alkmadrölem is, az Edének is, az összes mentős kollégának, a Bonyádiaknak, akik levezették mind telefonosan a dolgot, és a Fekvárdiaknak is, akik az esetkocsival érkeztek, jött két férfi, nevüket sajnos nem tudom. Egyben én is a feleségem is szeretném megköszönni a segítséget, ezt a gyors segítséget, mert igazából, hogyha ők nem lettek volna, akkor szerintem lehet, hogy baj lett volna belőle, mert igazából ezt egyedül egy 3,5 éves kislányi megoldani, szerintem nem tudtam volna. Nagyon szépen köszönöm, és a kollégák nevében is természetesen. Őket is azért megemlíteném, bocsánat, hogy így most közbevágok, mert nem egyedül érdemel, tehát ez a helyszíni szülés levezetése, legfőképpen a Texárdi egységét, tehát Tóth Balázs mentőtisztnek elsősorban, illetve a mentőápoló Szabó András, valamint a Pál Gábor mentőgépkocsi vezető érdeme is többek között. Tehát ez egy team, ez egy csapatmunka volt. Nagyon helyes, hogy elmondtad őket. Nagyon jól sikerült az egész. Ede, sok ilyen visszakeresést kaptok, hogyha tudtatok valakin segíteni, nem csak szülés, amikor valaki rosszul van, beteg, egy stroke esetében, ahol tényleg életet menthet az, hogy ti egy perccel korábban értek ki, vagy egy perccel később, akkor sok ilyen van, hogy miután valaki felépült, vagy esetleg a hozzátartozók visszajönnek? Megmondom őszintén, hogy végül is én Bonyhádon durván most már 2 éve vonulok, azelőtt Texárdon vonultam, de amióta itt vagyok Bonyhádon, tehát elég sokan azóta már visszajeleztek így hozzátartozók, vagy közvetlen hozzátartozók, úgyhogy én csak pozitív dolgot tudok ez ügyben elmondani, tehát a betegek, illetve a hozzátartozók elég gyakran, szerencsére itt legalábbis én azt tapasztalom, hogy visszajeleznek nekünk valamilyen formában. De akármennyire is azt mondod, hogy egyébként a munkátokat végzitek, és természetesen persze erről van szó, de azért valami őszintén nagyon jól esik, amikor jó vannak ilyen visszajelzések. Így van. Tehát ez most kellene tagadni, nagyon jól esik, mert az embernek ez egy nagyon jó pozitív visszajelzés, illetve nap mint nap így a munkánk sorák azért a során ez egy nagy erőt ad, tehát ez egy nagy impulzus. Tehát abszolút pozitív, úgyhogy... És a Bonyhádiak maradjanak is ilyen rendesek, hogy megköszönik a dolgot. Ede, köszönjük szépen, akkor nem tartunk fel téged, a megköszönése ennek az esetnek megtörtént. A mi a munkánkat elvégeztük, de sokkal fontosabb, hogy te elvégezted annak idején a tiédet ezen a februári napon. Úgyhogy köszönjük szépen Csaba nevében is. Jó? Szépen, köszönöm. Szia, eseménymentes. Igen, pihenőse. Csaba, gratulálunk akkor a második lányhoz, és ha a harmadikat összehozzátok, akkor egy kicsit korábban. Igazából nem tervezzük a harmadikat. És ha lehetne még egy kérdésem, akkor szeretném megköszönni még annak a nagyon-nagyon több száz embernek, akinek sajnos nem tudok mindenkinek egyenként üzenetbe válaszolni az egész országban, mert nagyon-nagyon több százan értek, és nem tudok rá válaszolni, és nekik is szeretném megköszönni sok kedves szavakat, meg a minden sok gratulációt, amit csak írtak, hogy egyben itt a műsorban, nem tudom, hogy hallgatják a műsort, vagy valamilyen formában visszahallják, vagy valahogy, hogy szeretném nekik is megköszönni ezt a sok gratulációt minden egyes embernek az országban. Szerintem veled voltak a történetben. Csaba, örülünk, hogy ilyen formán mi is részesei lehettünk, hogy legalább én is nagyon szépen köszönöm, adtunk hogy egy kis lehetőséget. Adásba kerülhettem, és igazából ez nekem egy nagy meglepetés volt, mert erre tulajdonképpen az életben nem is számíthattam volna, hogy egy ilyen kis megosztásból, vagy egy ilyen köszönöm kérdésből ekkora nagy országos hír lesz. Milyen jó dolgoknak szerintem helyt kell adni, és ezért tök jó ez a közösségi média is, mert így is eljutott ez hozzánk. Úgyhogy jó egészséget a babának meg a mamának. Nagyon szia, Csaba! Nagyon szépen köszönöm. Szép napot mindenki! Szia, viszont te jó! Itt pityergek a kocsiban, nagyon megható történet írt a hallgató. Gratulálok a bajtársaknak, nagyon jól esik, ha megköszönik a munkánkat, de sajnos nagyon kevés van belőle. Valóban ez a dolgunk, ahogy a kolléga mondta, de akkor is jól esik, ambulanszmen. Nővéremnél 90-ben a kiírt idő előtt elfolyt a magzatvíd, elrohantam a sogoromhoz a melóhelyére, induljon a kórházba, mert a felesége szülni fog, erre ő
Hátra van még egy hónap a szülésig, majd akkor bemegyek. Na, azt egy. Hát egyébként figyelj. Ő kiszámolta a kurátus ebben. Meló van. Óriási. Van még egy pici időnk a hírekig, addig zenélünk. Egy nagyon jó Lady Gaga dalt fogunk most meghallgatni mindannyian. Ez már mint egy előre jelzi, hogy holnap reggel 6 órakor teljes lesz a csapat. Mi Jánossal hátradőlve 2 napig élménybeszámolókat fogunk hallgatni a nyaralásról, és az ajándékok tömkelegében fogunk emberek. Há, igen, legalább a fele legyen igaz annak, amit mondtam. 4 perc múlva lesz, 8:30 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 2 perc múlva lesz 8:30, az előmi megható történet, rengetegen írtatok, egyrészt, hogy bekönnyezve hallgattátok végig a sztorit, és milyen jó, hogy vannak még ilyen emberek, mint a mentősök, nagyon sokan pedig dicsértétek ugye kollégaként is őket, plusz hát születési élmények minden mennyiségben. Én 93-ban születtem otthon, a mamámék nappaliában, az öcsém pedig egy kocsma előtt a mentőautóban. Minket legalább biztosan nem cseréltek el a kórházban, írja Ancsi Gombáról. Anyunak is otthon indult meg a szülés, a papámék odaértek egy 1-2-es zsigulival, elindultak a 2 utcával arrébb lévő Bugyin. Az ABC nagykanyarban már kint volt a fejem, irány a házi orvos, és ez is van beleírva a születési anyakönyvi kivonatba. Aztán Nagykarizsa kertvárosa, van egy csomó ilyen jellegű SMS-ünk, néhány közlekedési info is érkezett. Petőfi híd budai oldal, valami leszakadt a hídról a rakpartra, egy óriási beton tömb. Az azért kemény, nem? Tehát budai alsó rakpart, egész pontosan a Petőfi híd aljáról szakadt le. Azért az egy kelemetlen meglepetés lehet. Emlékszem, egyszer a határútnál volt, kanyarodott ki valami a határútról az üllőire, egy teherautó, és egy Esztergo gépet vitt, és rosszul volt rögzítve, és egy kis poszkira rácsúszott. Hát ott az isteni gondviselés, ott az nem volt nem, jelen, azt hiszem. Hát semmilyen szinten sajnos. Itt viszont igen, akkor mert a nagy betondarab szerencsére az útra zuhant, és senki másra. Heves és Jászlópáti között a 32-es úton trafi, szép napot nektek. Egyébként pont most olvastam erről az isteni gondviselésről, jut ez eszembe, hogy Nagymaroson volt most egy ilyen történet, hogy egy idősebb hölgy volt a házikóban, és föl akarta hívni valami ismerősét. Jaj, tudom, megvan. Nem volt térerő, tehát hogy milyen csodák vannak, nem volt térerő, és kiment a házból. Kiment a házból, hogy telefonáljon, és ahogy kilépett az ajtón, becsukta az ajtót maga után, megnyomta a 2-es gombot, szia, Pistikém, te vagy az, és összedőlt a ház utána. Kilépett az ajtón, és azonnal összedőlt a ház. Mert nagyon becsapta az ajtót. Nem tudom, valószínűleg itt valami csőtörés volt, és a pince alázott. De hogy mi van, ha most ő pont... Ott az elkezdesz azon gondolkodni, hogy tényleg van valami. Tehát, hogy van valami olyan sorsszerűség, meg van valami felsőbb erő, ami mondjuk így vezeti a kezét, vagy kézen fog, és vezet téged az életed során, mert hogy nem... Hát tehát persze, nekem is volt ilyen például, nekem kamiongumi esett le előttem, vagy egy ilyen pótkocsis nagy teherautóról, és úgy pattant meg, hogy gyakorlatilag átugrotta az autó elejét, érted? És mentünk autópályán, én mentem 130, vagy nem tudom mennyivel. 60-nal, ahogy szoktál? Hát nem, hát egy 110-20-szal biztos haladtam akkor a kamion után, épp előzésben volt, amikor leesett neki az aljáról a pótkerék, Jézusom. És egyet pattant, így átugrott az autó elejét. Na most azért, ha az beszáll egy 110-nél, vagy 20-nál az első szélvédőn, akkor ott azért van szóresz, ahogy szoktam volt fogalmazni. Megúsztam a dolgot. Lehet ilyet mesélni. Meséljetek, kedves hallgatók, az isteni gondviselésről. Figyelj, nekem is volt egyébként ilyen, és sajnos nem is egy, hanem 2. A hírek után meghallgatjuk. Jaj, mind a két már alig vár, hogy elmondhassam. Jó, és ha valakinek van még ilyen, az írja meg SMS-ben 0676450000. 2 percem múlt, 8:30. Elborozni és utána meg ropni a táncot. Hazaérnek, ledőlnek a teraszra, mert nem találnak a kulcsukba beborozva. Amíg el nem jön értük a kazás, evés, ivás, mulatás meg barátság. Ez itt a Morning Show, a
Klassz FM-en. Egy perc múlva lesz 3:49. Polgár Peti és a Hungári Cool a Huna dallal már van videóklip is. Bizony. Nézzétek meg mindenképpen az interneten. Hát reméljük, hogy eljut odáig like számmal, megnézettségben, mint az első ilyen 1.0-as verzió. Amit azért videóklipnek nevezni egy költői túlzás lenne. De nagyképű, azt gondolom. Igen. De a zene a lényeg, meg a szöveg. Tehát, hogy ez egy ilyen nótácska. Trafi a 25-ösön Kerecsend után Eger felé levinnyog, írta nekünk M35 Pródi pihenőnél Trafi Debrecen felé, és a Budai híd, nem, a Budai oldalon, a Petőfi híd alatt a rakparton egy óriási betontömb szakadt le a hídról. Szerencsére ugye nem lett senkinek semmi baja, tehát megúszták, viszont nyilván ez még ott van. Ennek kapcsán kezdtünk el az isteni gondviselésről beszélgetni. Pont egy másik hír is volt nem olyan régen Nagymarosról, ahol egy összedőlt házból, gyakorlatilag az összedőlés előtt egy perccel jött ki egy idősebb hölgy, azért, mert nem volt bent térerő a telefonnal. Úgyhogy ezek tényleg ilyen fantasztikus dolgok. A telefon, csak nem úgy, ahogy. Igen, nem úgy, ahogy szokott egyébként, de így is, hála Istennek. És a hírek előtt azzal búcsúztunk, hogy van valakinek még a stúdióban több sztoria is. Hát figyeljetek, van tényleg több van sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert ezek egyáltalán nem voltak kellemes élmények. De volt egy nagyon régi nyaralásom, én ugye viszonylag keveset járok külföldön, ezt tudjuk a műsorban, még a fele igaz is, és azt mondja, hogy 91 környékén Görögországban voltunk, és elmentünk, és hát természetesen, ha már az ember ott van, és ráadásul azon a környékön, akkor elmegy és megnézi, hogy milyen az istenek otthona, az Olimposz. És elmentünk, hogy megmásszuk ezt a hegyet, ez egy ilyen 2900 méter magas cirka hegyecske, és hát előszeretettel látogatnak fel a tetejére a turisták, nem olyan nagyon magas, de azért sportos kihívásról van szó, és az Olimposznak a teteje az úgy néz ki egyébként, hogy van fönt egy ilyen betontömb, a betontömbnek az oldalán megvan egy ilyen plédoboz, a plédobozban meg egy ilyen vendégkönyvszerűség, amiben bele tudsz ilyen kiábrándító. És az figyelj, egyébként borzasztó. Tehát semmi, ráadásul tök felhős volt az egész, semmit nem látunk az egészből. Lényeg az, hogy egyik kedves barátommal, egy gyerekkori barátommal, aki azért is a legjobbak közé tartozik, elindultunk fölfelé. És amikor fizikailag azért elég nagy kihívás volt, mert ilyen ritka levegőben nem nagyon mászkáltunk, még egy picit elfáradtunk, és nem volt kiépített turista ösvény, illetve volt valamicske ösvény, amit ott így kiártak az emberek, de azért nem volt biztonságos, vagy nem tűnt annak. És az egyik szakaszon, és ez már feljebb volt, olyan 2800 méter környékén, rákeveredtem valahogy egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, egy ilyen zúzott kőből, meg ilyen apróbb kődarabokból álló ilyen kis oldalra. Ott gyakorlatilag nem volt ösvény. És Attila barátom ezt kikerülte, nagyon jó érzékel ezt a helyet. Én viszont rámentem. Rámentem, és megindult a lábam alatt lefele. Na most az volt a dolognak még a hátulütője, hogy abban a pillanatban a szél valahogy egy kicsit így szétfújta a felhőket, és megláttam magam alatt konkrét 3000 méteres mélységet, egy jó 2800 méteres, bocsánat. Igen, hogy nem vagyok elég pontos. Igen, most mit menőzök itt a 3000 méteren, nincs is 3000 méter az Olimposzt. Tehát olyan 2800 méteres mélység alattam, én pedig mint egy béka, amin áthajtott egy zíl, hogy hívják, a négyesen, így feküdtem, így szétett kezekkel, szétett lábakkal, és elkezdtem konkrétan imádkozni, hogy álljon meg a csúszás, hogy ne menjek lejjebb, mert abban a pillanatban azt éreztem, hogy semmi sem fog megállítani egy 2800 méteres zuhanás. És ebben az a szörnyű, ebben a murvás kavicsos cuccban, hogy ott, ha megmozdulsz, akkor azonnal elindul alattad a csúszás megint. És megállt? Nem. És hogy úsztad meg a 2800 méterre zuhanást? És ezért bravúr, hogy még mindig itt vagyok, hát és műsort vezetek a Morning Show, mert már halott vagyok. Oké, megállt, és hogy tudták lejönni róla? Nem tudom. Nem tudom, mert ugye Attila semmit nem segített egyébként. Konkrétan mi szokott ilyenkor történni? A haverodott el is röhög. Attila is ezzel segített, nagyon köszönöm szépen, így utólag is ott állt, és röhögött rajtam, hogy csúszok lefelé, és mondom neki, ne röhögjél már. Segíts már. Figyelj, így pusztulok. És a lényeg, hogy valahogy sikerült megfékeznem a csúszást, és le tudtam így óvatoskodni erről. De hát majdnem. Amikor tényleg azt érzed, hogy most itt mindentől el kell köszönöd, és nem kezd el peregni egyébként a film, tehát hogy nem kezd el peregni a szemed előtt a film, hogy mit éltél át, semmi, csak az a páni félelem, ami eluralkodik rajta, szakad rólad a víz, majd kiszakad a szíved a melledből, és nem tudod, hogy mi lesz a vége. Borzalmas. Azért nem kezdett el peregni, mert nem voltál igazi veszélyben. Uh-huh. Vagy mert nem történt az elmúlt, vagy azt megelőző 21 megyobatot sem. Figyelj, döbbenet ám a hallgatók SMS áradata, hogy ki
mimin van túl. Nagyon-nagyon sokan írtak nekünk. Én egy faluban mentem lefelé egy dombon szűk utcában, amikor úgy éreztem, hogy lassítanom kell. Rá két másodpercre két kis srác biciklizik egy betonkerítés mögül, ha előtte nem fékezek, esélyem sincs fékezni, elütöm őket. Nagy mákuk volt Balázs, tehát kocsival mentél le. Itt ugye a fordítottja, tehát hogy úgy úsztad meg, hogy te nem követtél el valamit. Én elbambultam a piros lámpánál, ezért később indultam, mint ahogy váltott zöldre. Ez volt a szerencsém, különben keresztbe a pirosan átmenő kamion elkaszált volna. Kriszta. Nagyon sokan írtok ilyen közlekedés eset egyébként, hogy például háromsávos úton te álltál a belső sávban, és valamiért úgy érezted, hogy átjövök a középsőbe. És abban a pillanatban melletted százzal el valaki, fékezés nélkül. Ilyen is nagyon sok van. Még itt van velünk Péter, ha minden igaz, jó reggelt! Igen, jó reggelt, sziasztok! Szia, Péter, szia! Na, mesélj az isteni gondviselésedről! Na, hát én a belvárosban dolgozom, és kimentem az üzletből telefonálni, a járdán tettem pár lépés jobbra-balra, majd megálltam, és utáldogáltam egy olyan jó 3-4 percig, majd valamiért egy fél lépés léptem balra, és abban a pillanatban egy súlyzórút, egy félkettes súlyzórút csapódott bele a járdába, pont ahol álltam, és beleállt a járdába. Jó pár tenni belefúrodott. Mondtam, akkor beszéltem, hogy most le kell rakjam, mert hát valami történt. Én nem tudom, minden valamit egy kicsit megijedtem. Beraktam, és akkor felnéztem, hogy itt ilyen 6-7 emeletes példázak vannak itt a belvárosban. Ez a Portmirki utcában történt amúgy. És itt néztem a súlyzórudat, felnéztem, lenéztem magamra, fel, le, jobbra-balra, próbáltam feldolgozni, hogy mi is történt pontosan, hogy pont a helyem becsapódott be ez a súlyzórud. Gondolom, hát hogy az rajtad keresztül ment volna konkrétan, hát, hogyha az kiír. Igen, hát hogyha ha a fejemre esik, nem tudom, hogy fél lépés léptem, nem tudom hány centi lehet, mint 10 centi vagy 15 centi. Hát a fejemet akkor szerintem akkor meg is halok, mert akkor átmegy rajtam, vagy belém áll teljesen. Hogyha csak picit lépek, vagy úgy kapan, akkor a jó karomat így vádból leszakítja, amivel telefonáltam. És hát mondjuk én fotelszín dolgozom, tehát mondjuk persze bárkinek fontos jobb keze. Hát igen. Értettem, hogy próbáld erre ráhúzni, hogy azért ott kell az ollóhoz. Ez szerintem mindenütt fontos, hogy meglegyen az ember. Igen, nem baj, hogyha még van. Mind a kettő, és ott fölötted volt egy konditerem, vagy ilyesmi? Nem. Itt lakóházak vannak, tehát nincs konditerem. Aha. Ez volt a furcsa, persze mindenképpen furcsa, hogy a súlyzórút retol a levegőben. Ja. Utána évekig a kocsimba hordoztam ezt a súlyzórudat, mint a gyerekét. Mintha nem tudom, most már szerencsét hozott volna, vagy a szerencsét. Hát, ha visszakéri a gazdáját. Ja, igen. Figyelj csak, azt így utólag átgondolva, nem volt valami érzésed, ami miatt arrébb léptél? Igen, próbáltam utána átgondolni, hogy mi történt, láttam valamit, vagy éreztem, vagy gondoltam-e valamit. Igazából nem emlékszem ilyenre, egyszerűen csak így a magától működött, és egy lépést tettem balra, mondom, egy fél vagy egy lépést balra, és abban a század másodpercben, bum, csapódott be ez a súlyzórút. Volt egy tervem, hogy utána megyek egy kört a hátba, esetleg bemutatom mindenkinek, hogy ne betámadsz ki az ablakát, vagy ne a erkélyen súlyozzon, vagy nem tudod, hogyan került a földre, de akkor utána többször megijedtem már, akkor átgondoltam, hogy és jó dolgozom azóta is, tehát a lukat is láttam sokáig. Szerencsés ember vagy. Köszönjük szépen. Kösz, hogy meséltél, szevasz. Szia. Attila, jó reggelt. Jó reggelt, szervusztok! Szia! Na, veled mi történt? Volt egy jó pár sztorim, a legemlékezetesebb az, hogy autómentős vagyok, és egy gépet szállítottam. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy tengelyes utánfutót, 2 tonnás a szerkezet. És ahogy engedtem el a platóról, elszabadult, elengedte a kötél. És egy lejtős utcán gurult végig, 2 oldalt parkoló autók közt, úgyhogy 2 oldalt volt 50-50 centi. És végig egyenesen elment a kocsi? Végig egyenesen ment, de tömve az egész utca. Tehát ez egy budai építkezésre vittem ezt a gépet, és lepergett mellettem, hogy mennyit tudom eladni a házamat, hogy kifizessem az összetört autókat, mert mit tudom én, és ilyen 7.-8. autó után hiányzott, volt egy ilyen kis poszkinyi hely, oda szépen bekanyarodott és megállt a gép, anélkül, hogy bármilyen hozzáért volna. Atya, ez óriási, ez ők tényleg szerencsén. Tehát szerencsém volt így is, úgy is, hogy nem jött biciklis fel az utcán, vagy gyalogos, vagy valami, tehát még az is nagy szerencse. Ez mekkora, ne, léci, ne. Hát
Hát ez körülbelül így volt. Bekönyörögtem arra a helyre. Attila, köszönjük. Én köszönöm, hogy hívnatok. Szia. M1-es Bicske után 170-nél szembenézett egy kifejlett szarvasbika. Hírekből tudtuk meg, hogy az utánunk érkező autó már nem tudta kikerülni. Zsolt írta, egy fal alá falasztam, mert aláázott, a feleségem kiabált, hogy menjek be, mert lefőtt a kávé. Kiszálltam a gödörből, kávézás közben ledőlt az egész fal. Majdnem lefőtt a kávé. Igen, majdnem lefőtt. Igen. Egyszer leesett elém egy raklap zsalukő egy szembejövő kamionról, ami körülbelül egy tonna, amint földet ért, széttörtek a kövek, és mint egy sörétes fegyver megszorta az autót, a maradékon meg átgurultunk. Kb. 5 méteren múlt, hogy nem az ölünkbe esett, aznap nem kellett több kávét igyak. Nagyon durva. Endre. Nagyon durva. Aztán még egy rali versenyről, ahol gyerekként volt a hallgatónk, Kriszti az apukájával, és a apu mondta, hogy álljunk egy olyan helyre, ahol jól lehet látni. Kriszti viszont nyavajgott, hogy ő a büfébe akar menni, mert neki az volt ugye az élvezeti faktor akkor még a rali versenyen. Elmentek a büfébe, és ott csapódott be egy Jézus autó, képzel, lesodródott. Nagyon durva. Volt egy családi kirándulásunk, Siroki vár, kint piknikezünk a vár alatt, az egyik kis füles bástya előtt, ott üldögélünk, mi ketten háttal a várnak, Virág pedig szembe a várral. Nem, nagyon pici volt még. Igen, hát talán még már őt sem. Annyira, és a lényeg az, hogy ott piknikeztünk, a Virág pedig állt, és ugye eszegettünk, és mondtuk a Virágnak, hogy egyen még valamiből. Leült, és abban a pillanatban, ahogy a gyerek leült, 20 centivel a feje fölött, egy nyílvessző. Basz. Kilőttek a várból, ott íjászkodtak bent, de és valakinek sikerült, hogy... sikerült nagyon szerencsétlenül ellőniük a várfalak fölött. Kijött a nyílvessző, valami családot piknikezik, gyerek leül, 20 centi múlt, hogy a gyereknek nem állt bele a fejébe. De ez nagyon, komolyan nagyon mondom, így történt. Nem hittem el, bementünk, szóltam nekik, hogy egy nagyon picit óvatosabban, ha tudnának belül maradni így a falakon hát, belül, ha még valaki leülne. Hát, ha még, igen, nincs kint ostrom, ezek az idők már elmúltak. Köszönjük szépen a sok-sok SMS-t, 5 perc múlva ez 9 óra, még annyi dolgunk van, hogy megmutassuk a hármasugrás beugróját. Ez a beugró a hármasugráshoz. Hát ez gyerekeknek való, ez egy nagyon könnyű program így a hét közepére, még én is egyet megismertem, de kettő kell ahhoz, hogy bejussatok a játékba, írjátok meg SMS-ben vagy az előadót, vagy a dal címét, a hírek után jövünk vissza a játékkal. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt 8 perc elmúlt, 9 óra. Jó reggelt mindenkinek, János és Ferenc ebben az órában még együtt itt. Aztán jön Csabi, ő kitelepülésen van. Azt mondja, hogy Győr talán? Nem tudom, tegnap volt Egerben, az biztos, de majd elmondja, megszólítjuk, mert ez azért nagyon fontos, mert nagyon jó ajándékai vannak a Csabinak, helyszín is lehet jelentkezni, meg SMS-ben is. Különböző áruházakból jelentkezik ő be, élelmiszer áruházakból. Az, hogy egészen pontosan honnan, azt nem tudjuk megmondani, de meg fogjuk kérdezni a kollégáktól, mert hogy nagyon sokan kérdezik telefonon, mert ugye azért Győr egy elég nagy város például, és ott azért több ilyen élelmiszer áruház is van. Próbáltuk kerülni, jó, vagy Csabi elmondja, neki lehet ezt. M5-ös 89-es kilométernél a Pest felé tartó oldalon a felüljáró mindkét sáv felett egy-egy trafipax mér. Maja írta, trafi Budapesten a Vaspálya utca közepén Csoki gurutól. Kaptuk ezt az SMS-t Kőbányán, Vaspálya utcánál baleset van, két kocsi ment össze, dugó. Ezt pedig Ica írta meg nekünk. Tehát trafi is van Vaspályán és baleset is. Köszönjük szépen. Rettelt mennyiségű SMS érkezett az elmúlt óra témájához. Elképesztő sok. Tényleg az isteni gondviseléshez. Aztán ez persze megint egy ilyen kicsit nézőpont kérdés, hogy mit gondolsz erről, hogy tényleg van, aki vigyáz rád, a jó Isten, az őrangyal, ez tök mindegy most ebből a szempontból, vagy pedig az történik csak egész egyszerűen, hogy megúszol valamit a véletlen miatt. Itt van főútvonalon, haladtam 100 km per órával, a tempomattal elkezdtem tesztelni, úgy, hogy ha megnyomom a gombot, akkor az 2 km per órát csökkent. Ezt csináltam meg 4-szer, és egyszer csak egy hatalmas vaddisznó szaladát előttem. Ha nem próbálkozom a tempomat, akkor pont elébe verem a vaddisznót, írja a hallgató. És akkor ilyenkor persze elgondolkozom, hogy ez véletlen, pont így jött ki a lépés, akkor itt van egy másik. Anyukám mesélt, hogy ott, ahol ő lakott, egy idős bányász azt álmodta, hogy a bányában sújtólég robbanás lesz, és hogy nagyon nagy lesz a baj. Ő nem ment le, szólt a csoportvezetőnek, hogy ő nem fog ma dolgozni, és másnap jött a hír, hogy a bányában valóban jó robbanás történt. Nagyon kemény. Ez is egy ilyen megérzés. Nagyon kemény.
Férjem hozott egy kristálycsillárt, amit nagy bőszen felszerelt. Ez már ugye a házi barkás tanfolyam is, ez egy másik jó téva lehetne. Pici volt a szoba, 3x3-as. Az ágyból, ha felkeltem és leültem az ágy szélén, akkor pont fölöttem volt a csillár, írja a hallgató. És az egyik nap fölkelt, úgy érezte, hogy kicsit vissza kell még dőlni, visszafeküdt, és a csillár abban a pillanatban a helyére esett, úgyhogy beszakította a padlót is. Nagyon komoly. Nagyon durvák. Oh. Jók ezek a megérzések. Elkvés volt egyszer egy ilyen megérzésem, vegyes tüzelésű kazánunk volt, és éppen begyújtottam, picit vizes volt a fa, és gondoltam, hogy lőttyintek rá egy kis bennyát. De és az volt a megérzésem, hogy ez egy nem jó. Nem lehet igazán jó ötlet. Egy hónapig volt gyakorlatilag teljesen leégve a szemöldököm, mert visszalobbant az egész. Hát tudod, ez a jó, mással megtörténik, velem miért történne meg? Csak egy picit, na, csak két kortyot is. Hát így jött csoda, hogy élsz. Konkrétan még az orromból is kiégett a szőr. Tudod? Ami nem baj. Akkor nem érdekel, nem foglalkoztatott ennyire még. 10 évesen ekkora ötletnek tűnt. Nagyon. De volt nekem egy pár ilyen jó ötletem még. Például az sem volt, mondjuk akkor még nem volt jó a megérzés, hogy mondjuk a surranom ki fogja bírni a dupla rugos Slavia 630-as lépcsőjének a lövését 5 centiről. Tudod? Tehát, hogy, mert azt mondtam, hogy jó, nem filmbetétes, de azért annyit bír egy ilyen surranom, mégiscsak nem tudom, annak idején azt mondom, hogy valami 300 forintért vettem, vagy 300 és 600 között kint a Tangon az Ecserin, ott vásároltuk meg ezeket a szurkozott sarkú ilyen lejárt szavatosságú surranókat, amiket leselejtezett a honvédség, és mi ugye abban az időben ilyen kicsi ilyen punk meg hardcore vonalon mozogtunk, és ott ugye ez volt az előírt öltözet, úgymond, tehát hogy ez volt a szabvány egyenruha, és hát én állandóan éjjel-nappal surranóba jártam, és azt gondoltam, hogy most letesztelem. Apám nagyon dicséri, azt mondja, hogy az asztallapot is átlövi, de a surranónak az órán biztos nem. Aha. Melyik ujjad bánta? Figyelj, sírtam, mert üsztölődtem magam, hál' Istennek. Hát, hogyan tegyük izgalmassá saját életünket? Figyelj, tehát vannak azért unalmas napok Lőrincen is, és akkor ilyenkor azért egy-egy ilyen ötlet jól tud jönni, hogy megpörös. Hát figyelj, szóljál, mert megyek videózni, ha lesz zseni, még ilyen. Zseni, nem, most már nem vagyok ilyen kalantos természetű. Viszont azt megszokhatták tőlem a hallgatók, hogy ugye időről időre, attól függően, hogy éppen milyen évszak van, rácupanok mindenféle webkamerákra, ugye télen elsősorban hát, a kékes tetőt is láttam. Havazását hallgattuk minden egyes nap, hogy utáltam már. Igen, most mi van? Igen, na, most amikor meg ugye tavasz jön, meg nyár jön, akkor mindenféle olyan webkamerákat szoktam nézni, amik a különböző állatoknak az életébe engednek egy kis betekintést, és hát örömmel olvastam valamelyik nap, hogy megérkeztek a Gemenci erdőbe a fekete gólyák, vagy legalábbis egy, és hát olvastam a cikkben, hogy azt mondja, hogy a szakemberek az észlelés után elindították a folyamatosan üzemelő webkamerákat, ezáltal bárki nyomon követheti a fokozottan védett madarak életét az interneten. Így szól a passzus, úgyhogy gondoltam, megnézem a webkamerákat, és ki volt írva, hogy szünet. A fokozatosan működő webkamerára? Jó, na megnyugodtam, hogy nem az van benne, hogy milyen cukin, aranyosan ülnek ott a gólyáskán. Figyeltek, de tényleg, mit lehet nézni egy gólyafészken 0-24-ben? Hogy etet? De mit etet? Most a még nincs, fiókákat. De nincs fióka, február, de majd bocsánat, március. Akkor rakja a fészket, akkor renoválja a fészket. Nem csinál semmit. Tehát ő egy eltévedt fekete gólya, aki azt se tudja, hogy hol miért van. Miért szerintem, mire gondolod, hogy Deuncsi ez a gemenc? Sehol egy béka. De béka az van. Béka az van, de az elszáll, megeszi. Érted? Nekem is van egy ilyen ismerősöm, egy nagyon jó barátom. Akinek, egy fekete gólya? Nem, akinek éjjel-nappal megy a webkamerája, és ilyen gólyafészkeket és egyebeket néz. Mert amikor már ott a kis gólya vagy a tojásra így ránézel néha, hogy mikor reped meg, azt megértem. De gyerekek, március 2 van, nincs még gólya Magyarországon, vagy ez a szerencsétlen nyomorult, űzik az ipart. Vagy esetleg az, ez a nyomorult fekete gólya, ez eltévedt, tehát ő hamarabb csomagolt, ő neki rosszul szóltak, mert ilyenkor még nem kéne, hogy itt legyenek. Rázzal csőrét. De most van kép? Elindult, igen, az előbb szünet volt, de most már van, és ő az, mutatom. Hogyha valakit esetleg érdekel, tényleg csak annyit írjam, mert egy gemenc és fekete gólya az internetes keresőbe, és utána nyomjon egy entert, vagy hogyha még odaírja mellé, hogy webcam, akkor azért az sokat segíthet, és onnan kezdve tényleg megnézhetjük. Most például áll. Most például fújja a tollait a szél. Rohadt izgalmas, hogy áll a fekete gólya, és tényleg ezt nézzük. Hát igen. Miért? Amikor a gyereket megfordult.
De az már, de ő nem az éppekete. Amikor már ezt mondtad, nagyon örültünk, mert 10 éves lett a gyerek, és, de az más azért a saját gyerekedről nézni. Apa, anya, fos. Azért más a saját gyerekedet nézni, mint egy fekete gólyát. Na mindegy, az egyébként tényleg izgalmas azért kérdés. Ismerünk olyan embert, aki úgy beszél a fekete gólyáról, mint hogyha a saját gyerekéről lenne szó. Itt is van velünk. Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szevasz! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Mit keres itt ez a szegény madár Zoli? Hogy került ez ide? Neki még Afrikában kéne üljön. 4 fok volt érte tegnap délután. Irgalmatlan szél. Tök tanácstalan ott áldogál, és ráadásul, hogy nézzük, egyébként felcsúszott a gyűrűje a lábának az aljáról egészen tért fölé. Abból még gond lehet, nem? Nem, általában fölülre szoktuk tenni, mert ugye ezek a gólyák az ürülékükkel hűtik a lábukat. Politikailag nem lenne korrekt haszna, hogy lekakálják a lábszarukat. Várja, ezt nem mondod komolyan. Teljesen komolyan mondom, és az érdekes, hogy például, amikor elmegy, mondjuk arról beszélünk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, hogy náluk mi van, náluk nem ilyen gondot, mert nálunk ebbe a kontinentális belső klímában jobban beszárad, és problémát okozhat, és mindig görcsölünk, hogy egyébként, amit te tértek látsz, az gyakorlatilag a bokája, mert hogy olyan, mintha a lábfeje egy csővégy nyúlt volna. Tehát itt mindig ezzel játszunk, hogy hova tegyük ezeknél a madaraknál a gyűrűt a csőde, vagy másik helyre. Tehát az a térde a bokája, ugye, és mikor kakíja le a lábát? Nyáron, amikor nagyon meleg van, mert ugye ezek a madarak a tól az egyik legjobb természetes szigetelő anyag, alatta értelmetlen lenne gyakorlatilag izzadni, mert hogy nem tud elpárologni, ezért lihegéssel, illetve a hosszú lábúak így hűtik, jól ismerik a fizikát, és amikor lekakálja a lábát ezzel a híg nedves rülékével, akkor párolgás hőt von el, és csak ez nagyon veszélyes, hogy nehogy éppen lefagyjon a lába és letörjön. Tehát ez igen, nyáron a 30 fokban. Ez nagyon jól hangzik egyébként, és kérdez. Tehát sok mindent tudtunk eddig a gólyákról, hogy mit tudom én, török gyerek árthat neki, meg ilyenek, meg hogy kéményeken laknak, meg békát esznek, és hogy egyébként a rókával nem szívesen ebédelnek együtt, de hogy egyébként kakával hűti a lábát, illetve hogy mit is mondta, mi a másik? A lihegés. Mint a kutya, ugyanúgy lihegnek gyakorlatilag, mint a kutyák. Vannak olyan fajok, mondjuk a kormorán, aminek van egy ilyen kis torok vibráltató mozgása, tehát gyakorlatilag hatalmasan nyitja a torokzacskát, és azt még külön rezget, és akkor így a normál lihegésnél mondjuk 10-szer több levegőt tud kibepumpálni, és ott átadni. És egyébként, amit mondtad, hogy mit csinál ez a gólya, hihetetlenül fontos dolgot csinál, ugyanis mindig korábban érkezik meg a területre, annál biztosabb, hogy ő lesz a fészek tulajdonosa, és szépen miközben várakozik, dolgoznak benne a hormonok, és mire megérkezik a párja, általában a hímek érkeznek előre, akkor már annyira fickós hangulatban lesz, hogy mindenkit elmar a területről. Tehát az érkező tojónak már az egy minőségi jelző a fickó szempontjából, hogy ott várakozik, és akkor inkább az ő bélyeggyűjteményét nézem meg, mert nem lustult el, és nem Afrikába héderezik. Ők nem egyszerre utaznak? Tehát ők úgy vannak a gólyapárok, hogy apa előre jön a kis bőröngyével, megigazítja a szettet, és anyu pedig már a jó időben sokkal komfortosabb körülmények között utána jön. Igen, mert akire te gondolsz, azok a sziámikre, akik ugye nem tudnak már mit csinálni, tehát ők nincsenek ilyen szempontból összekötve. Vonuló madaraknál ez mindig nagyon nyűgös. Pont azt hiszem fekete gólyánál volt egy magyar példa még annó, hogy az egyik madár, ugye két fő vonulás irányuk van, vagy mennek keletre, mediterrán, tehát a földközi-tenger keleti medencéje, Izrael, Sínai félsziget és úgy lefelé, vagy pedig mennek nyugatra a gibraltári szorosra, és volt azt hiszem egy olyan magyarországi fekete gólya pár, hogy az egyik Gibraltár felé ment, tehát Nyugat-Európa felé vonult, a másik pedig keletnek, és akkor mindig itt ilyenkor találkoznak. Hát hogyha ilyenkor például pár egyik tagja nem érkezik meg, akkor hogyha korábban érkező hívnek nem jön meg a tojó, akkor még mindig jobban van esélye válogatni. Tehát ez egy nagyon fontos stratégia, és nem véletlen, hogy egyre több fehér gólya itthon telel, mert azt a stratégia elén ki tudja használni, hogy övé a legjobb terület, ő tud választani, és a tojóknak mindig ez a minőségi jelző, hogy a legjobb területen a legjobb fickók vannak. De ezek tök intelligens állatok. Egyébként az intelligenciájuk abból is megnyilvánul, legalábbis most így nézve a webkamerát, hogy ő például már elkezdte kifesteni a pecót, vagy pedig kicsit folyós a széklete, mert hogy a mögötte lévő fa az gyakorlatilag a koronáig fehér.
Hát folyós, hát ugye ők máshogy dolgoznak, mint mi emberek, tehát nekik nem költ el a széklet és a vizelet ürítés, tehát ezt hívják ugye kloákának, tehát ott együtt. Na engedjük el ezt a kaki témát, gyerekek. Érdemes megnézni. Legyen az országban, igen. De figyelj, bocsánat, az ornitológia az egy csodálatos dolog, én azt gondolom, hogy semmi olyat nem csinálunk, ami ne történne meg minden nap a National Geographic-on vagy a Discovery Channel-en. Így is van. Te ismered ezt a gemenci gólyát, ezt a fekete gólyát? Személyesen is? Nem, mert én Pestre lakom most már évek óta, és igen, csak valahogy tudsz autóba ülni, autó, vonat, busz, ilyenek mennek gemenc. Nem ismerem, de ismerek olyan kollégákat, akik itt a területen dolgoznak, és világszinten nyomják ezt a fekete gólya védelmet. Ők szerintem a gyerekeiket is név szerint ismerik, és fel is ismerik, tehát vannak az országban emberek, akik már így köszöntik ezeket a madarakat, és várják, és számon tartják. Először azt hittem, hogy Kalocsa Béla hívják egyébként a madarat, de kiderült, hogy nem, ő gyűrűzte. Igen, Béla az egyik ilyen ultrafanatikus, és még gyerekként tőle tanultam többek között gyűrűzte. Egy hihetetlen figura, mindig érdekesen, hogyha megjelenne a feje mondjuk a kamerába a gólyafészek, mert az nagyon izgalmas lenne, az nagy élmény, hihetetlen jó fickó, és hát ilyenkor nagy izgalomban vannak. Ők tényleg név szerint ismerik az ország összes fekete gólyáját. Azért, mert én egy nagyon jó leírást találtam erről a gólyáról, hogy most 17 éves Bogyiszló közelében gyűrűzték meg, tehát mindent lehet róla tudni. Na, szóval a lényeg akkor az, hogy nem meglepetés az, hogy március elején már itt vannak a gólyák, mert a hallgatók egy csomóan írják, hogy ők már látták. Mondjuk nem, hát el sem ment egy csomó, tehát mindig jönnek ugye ezek a kérdések, hogy megérkezett az első gólya Nógrádba, mitten Tüskevárra, ilyesmi, és akkor hogy mondjak erről valamit, de mondom, hát az a nehéz erre bármit is mondani, mert hogy egy csomó gólya, 2-3 tucat el sem ment, tehát ez egy nagyon érdekes, ez 10 évvel ezelőtt nem volt áttelelő fehér gólya Magyarországon, most van, tehát lehet, hogy 40-50 év múlva, amikor a járókereten lesz a mikrofon, és itt beszélgetünk, meg a telefon, akkor azt mondjuk, hogy a gólya állománynak már akár a harmada itthon telel, mert hogy most gondoljuk bele, minek oda-vissza repülni 15-20 ezer kilométert, az írdatlan magtalás. Nagyon. Figyelj, egyiket a Béla az akkora fanatikus esetleg, hogyha sokáig nézem ezt a webcamet, akkor esetleg feltűnhet a homlok a fészek mellett, hogy... Ilyenkor már nem, mert ilyenkor már ugye már nem megyünk föl a fészekhez. Vészhelyzet esetében lehet látni ilyenkor a kollégákat, tehát ugye jön egy nagy vihar és megborul a fészek. És egyébként hallottam beszélgetni, hogy éjjel mit lehet nézni. Nagyon izgalmas dolgok lehetnek. Volt például olyan fekete gólya esetében, hogy ezeknek a nagymadaraknak felnőttként nem nagyon van ellensége. Viszont például a nyest, ami úgy kell elképzelni, mint egy róka meg egy mókus el nem ítélhető keverékét, tehát megy fönn a fákon, ő például rendszeresen alulról alá befúrja magát mondjuk a nagy sasok fészkébe, és elrabolja a tojásaikat, vagy a fiókáikat, mondjuk a réti sasalól, vagy a fekete gólya alól, és amikor azt látja az ember, hogy a fekete gólya csőrharcot vív éjjel egy nyestel, az valami egészen elképesztő. Megtöbbentő is, de hihetetlen élmény is. Na jól van, köszönjük szépen neked az információkat, ha évmadara választás lesz, akkor azonnal telefonálunk. Mindenképpen jut el az info nektek, köszönöm. Harccal a fészek felé. Így is van, éljenek a fekete gólyák, az egyebek, a tojás. Ja, és ti használjátok ventilátort, jó, fontos a hűtésre. Ja, megfogadjuk. Jó, semmi kaki. Már én most toltam le a gatyám. Köszönjük, okay, szia. Rendben, köszi, szia. Hello. Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület munkatársa, aki mindig tud rajtunk Óriás segíteni. Arc. Feri, ha milliók nézhetik a való világot, miért ne nézhetne pár ember értelmes lényekről szóló közvetítést is. Így van, abszolút igazad van. Srácok, nagy találmány ez a webkamera. Previewben tudok küldeni néhány címet, ahol most is izgalmas dolgok történnek. És tényleg nagyon-nagyon sokan írtátok, hogy már láttátok a gólyákat, úgyhogy megérkeztek. Itt vannak, mi pedig megyünk tovább a hármasugrással. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Laci, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ezt szeretem, látod, micsoda hang, micsoda hangulat. Laci, mit ittál ma, vagy mi van veled, vagy mit fogsz? Hát, imádlak. Nem iszom alkohol, csak sötétbe. Az meg még nincs itt. Jó, honnan hívtál bennünket? Hát jelenleg Szolnokon vagyok, de Tiszafüredi vagyok. Tiszafüredi. Uh-huh. És mit csinálsz Szolnokon? Ott a melóhely? Hát itt melózunk, üzemanyag töltőállomásokat javítunk. A kutakat, hogyha valami baj Igen. van? Így bizony. Mi romlik el egy benzinkúton? Számláló? Hát, amit csak el tudsz képzelni. Az soha nem romlik el. Aha, tehát a pénzt azt mindig szépen okosan körbe görgeti. Az biztos.
az nem romolhat el soha. Jó, na akkor jönnek már is a kérdések, ugye három van belőle, a Jani mondja mindig az ajándékokat, megállhatsz bármikor, tehát nem akarunk belehajszolni semmibe, ha úgy érzed, hogy elég az ajándék, akkor megállhatsz, de végig is lehet csinálni. Mehetünk? Fussunk neki. Na, akkor az első kérdés. Pasztartóért, melyik film nyerte idén a legtöbb Oscar-díjat? A Mad Max. Úgy is van. Az a Mad Max. Az a Mad Max. Hatos, ugye? Az, pontosan így van, Mad Max a rabu, úgyhogy 6 Oscarral lett a legsikeresebb film. És Feri nem is értette, hogy miért. Hát én már a jelölésnél is egy kicsit így megremegett a lábam, aztán ugye itt kaptunk segítséget, hogy ez inkább ilyen technikai díjakat kapott. Tehát a fő Oscar díjak közül igazából nem hozott el egyet se, de ez a 6, ez mindenképpen szép eredmény, meg hát egy nagyon jó kis filmről van szó. Baseball sapkár, mehet a következő kérdés? Mehet. Melyik az a sport, amit játszottak már a Holdon is? A Holdon sport? Nem sokat játszottak egyetlen ilyen sportágban, van erről egy nagyon jó kis felvétel, ha nem is a webcam. Ezek amerikaiak voltak, ugye? Ördögöd van. Igen. Akkor ez talán az amerikai foci lett? Kérdezz rá még egyre inkább, jó? Még egy, várja, igen, mert csak gondolkozok elég hangosan. Elég ütősport. Ütősport? Hát akkor amerikaiak, akkor inkább már baseball. Nem, sajnos nem. Kutya pályán. Ez a golf. Golf. Golf volt. Az is ütős. A golf volt. A vicces egyébként maga a jelenet. Tényleg kipróbálták. Akkor ez most nem volt ütős. Hát ez neked nem. Hát akkor ez most nem. Csekkolták, hogy egyetőbb megbújzás. Most legalább bekerültem. Így van. Ez a pozitív gondolkodás. Ez jó lenne, ha átragadna mindenkire. Hát igyekszünk majd átadni. Oké, nagyon szépen köszönjük. Szia, Laci. Szia. Köszönöm szépen, sziasztok. Szép napot nektek, szia. És mivel ugye? Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, mivel ugye nem jutott el ugye a harmadik kérdésig, ezért nincs bum a játékban. Na nem baj, majd holnap lehet ismételten próbálkozni, hamarosan jövünk vissza a nap a legjobb pillanataival. Nehéz megszólalni. Dua Lipa. Mert nagyon sokan kérdeztétek, hogy ki írt ezt a kiváló dalt, hogy ki adja elő. Mert megkeresnétek mind a kettőt. Igen, Dua Lipa. Ja, hogy ketten vannak biztos. Hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó. Jó. További sok sikert az előadónak is, a szerzőnek is. Be the one. Na, Ferikém, te kérdezed, hogy hogy lehet egy állatot nézni egész nap, hiszen hosszú évek óta otthon a békát nézed. Aranyos. Köszönjük szépen. Megmutatjuk nektek, hogy mit hoztunk össze a mai reggelen. Ugye Janinak most már több mint egy hónapos lövése van. Pátaszékkel kapcsolatosan. De most már vége. Most nem, már tényleg vége. Hát jó, majd valamikor visszatérünk rá április 20-a környékén, mert ugye akkor fogják majd átnyújtani azt a bizonyos díjat Brüsszelben, amit az Év Európai Fája kiérdemelt, és reméljük, hogy az Év Európai Fája 2006-ban. A bátaszéki molyhos tölgy. Egészen pontosan, pont azt a részét mondta el Feri, amit egyébként el tudtam volna mondani, az segítette volna a dátumnál. Szóval, hogy lényeg, hogy majd április 20-a környékén vissza fogunk térni majd erre a témára, de nagyon örülnénk neki. Én azt gondolom, hogy kis siker is siker, ez nem csak bátaszéknek, hanem Magyarországon is egy pici kis diadal kellene, nagy diadalok, mint a, vagy mondjuk a Saul fiának a hihetetlen diadalmenete volt, de szerintem az ilyen pici kis dolgokat is, pici, apró, de mondjuk egy közösség, egy kisváros számára nagyon fontos győzelmet is meg kell az embernek egy picit így ünnepelnie, meg örülnie kell neki, meg kell becsülnünk ezeket a dolgokat, ez a lényeg. A bátaszék is sonka mellé felzárkózik a molyhos tölgy. Jó a sonkájuk? Stelcék, megőrülsz. Na mindegy. Dr. Bozsolik Róbertet hívtuk föl, bátaszék polgármesterét, hogy ha és amennyiben megtörténik a dolog, és miénk az évfája, az európai évfája, akkor hogyan tudjuk Janit belefoglalni ebbe a dologba, tehát sugárutat tudunk elnevezni, lesz emelszobor, illetve mint kiderült, hát Brüsszelbe kell menni a díjkiosztóra, ahová Jani is szívesen utazna ki a polgármester úrral. Egyrészt egy közös szoba, a főnökkel az nagyon jól jönne. A másik témánk pedig egy nagyon-nagyon aranyos történet. Csaba ugyanis szülni ment. Hát nem ő, hanem a felesége, de nagyon-nagyon hirtelen érkezett meg a kislány Clarissa, és
gyakorlatilag a mentőben született meg a gyerek. Nagyon szép történet. És hát Csaba szerette volna megköszönni a mentősöknek azt az áldozatos munkát, amit ők egyébként nap mint nap végeznek, és ezt el is mondtuk az anyag kapcsán is, hogy milyen fantasztikus dolog, és ezt és ők tényleg azért csinálják, mert nekik ez a munkájuk, és nem a köszönetért. De Csaba elindított a Facebook oldalán egy felhívást, hogy aki tudja, az legyen olyan kedves, valahogy adja át a mentősöknek a dolgokat. Úgyhogy mi viszont utolértük Edét, a mentőst, Csabát, az apukát, és összekötöttük őket. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc elmúlt el 3:40, M3-as Pest felé haladva Debrecen felől a 185-ös kilométer körnél trafi. Stetem írta nekünk, a szállító sűkös belterületén mérik a Baja felé haladókat, Ponyvás Csabi. Rétszíras belterületén trafipaxoznak az új készülékkel, mindenki vigyázzon, köszönöm. Kenyeres, M35-ös 19-es kilométer kő trafi Debrecen irányába, ezt pedig Anna írta nekünk. Köszönjük szépen. És nagyon szépen köszönöm így külön, így tényleg személyesen, hogy küldtetek nekem egy csomó olyan webkemes oldalt, amit néztetek akkor, hogy éppen a gólyák nem csinálnak semmit. Alapvetően rákattintottam egy iAgri, és akkor innentől kezdve egyébként tényleg érdekes. Érdekes. Van egy-két szőke, meg fekete gólya is. Aha, nagyon izgalmas, hogy csapkodnak a szárnyaikkal. Csabi, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szevasztok! Hát hiányzol már valakinek. Ti is nekem. Biztos van valami jelzés valakitől valahonnan az ország. Hova mentél ma reggel, hol vagy most? Ki mondta neked ezt, hogy neked ezt kell mondanod, Feri? Hát nem szoktál ilyeneket mondani. Egyáltalán, de azért mondtam, hogy valakinek, tehát nyilván Laura vagy a gyerekek. Nekik nagyon, és ők is nekem. Na jó, ők igen. A Fehérváron vagyok, Székesfehérváron, képzeljétek el. Mi meg Győrt mondtam. Győrben mikor voltál? Győrben holnap megyek. Holnap? Na jó, mert egyébként Győrrel kapcsolatban kérdezte az egyik kedves hallgatónk, hogy melyik az az áruház, tehát hol található az az áruház, melyik utcában vagy úton, ahol téged fellelhet, mert nyilván van több ilyen áruház is Győrben, és azért tényleg... Figyelj, innentől kezdve tök könnyű a dolga azoknak, akik igen? szeretnének minket meglátogatni a turnén, mert ma is és holnap is a Budai úton vagyunk. Hmm. Csak ma Székesfehérváron, holnap pedig Győrben. Tehát tényleg, mind a kettő Budai úton van. Igen, de hát előbb-utóbb azért csak megtalálja az ember, hogy hol van egy klassz stúdió. Igen, igen. Jó, már csak jó. Nincs több a városban. Jó, tehát ma Székesfehérvár Budai út, és ma is ugyanazt kell csinálni, gondolom én, mint tegnap. Így van, igazából az a jó, hogy olyan nagyon nem kell a hallgatókat nem tudom, hívni, mert jönnek maguktól is. Azt viszont szeretném mondani, hogy nem csak azok játszhatnak és nyerhetnek, akik engem személyesen meglátogatnak, hanem bárhol az országban hallgatja valaki a Klassz FM-et, elküldi SMS-ben azt, hogy 25 év, és minden órában nyerhet egy 25.000 forint értékű vásárlási utalványt. Tök jók lesz. Nagyon jó, és megint nagyon jó a szósz. Hát figyelj, ezt Boldi Gábornak és Ürge Zoltánnak köszönhetjük, hiszen ők adják az energiát a mikrofonomba, bármilyen hülye hangzik el. Ez nagyon, figyelj, Csabi, maradjunk annak, hogy jó a hangod is kész, neked nem kell semmi technika. Így van, és nagyon örülünk neki, hogy még egy kitelepülésre is van valaki, aki adja az energiát a mikrofonodba, aztán meg ugye hazamész, és akkor onnantól kezdve megint minden, mint régen. És ott is tök jól szól. Na, fölhívjuk a nap hallgatóját, addig készüljél, hogy milyen zenét fogsz majd ajánlani nekünk. Jó. És közben pedig meg lehet téged keresni, akkor Székesfehérvár Budai út lehet kérni. Most kaptam egy olyan, olyan webkemes oldalt, kaptam, amiben például egy csirkeolat lehet nézni. Hihetetlen izgalmak. Hihetetlen. Már át a címét, hogy én is nézzem a közben. A csirkéket. Mi? Morning Show 3. Szia, jó reggel! Hello, jó vagy! Parancsolj! Hogy de jó vagy, hogy így vetted fel, hogy Morning Show. Ja. Hát a harmadik nap hallgatója, Dian. Ne csináld már! És egy kérésem lenne, amennyiben lehetséges. Hogy ne küldjétek el! Rakjunk fekete listára, megtehetjük, igen. Ha egy komoly reklámügynökség pihentanyú szövegírót keres, és annánál elérhetőséget, hogy hát azt rettentően megköszönöm. Ja, most mit csináljuk? Egyrészt szellemeseket írsz, másrészt pedig nem írod el az SMS-eidet általában, úgyhogy nem tudom. Nem véletlenül, attól tartottam ugyanis, hogy fekete listán vagyok, bár gondolom ez műszakilag megoldott. Meg. Mondasz egy keresztnevet nekünk? Szent vagyok.
Szem? Más keresztnév. Szem. Szem. Az egy keresztnév, igen. Szem, és mit ír Szem János? Azt mondja, hogy az egyik hírhez kapcsolódott, amit ugye Ákosnál lehetett hallani, hogy a Magyar Honvédségnek elvilegben lehetősége lesz arra, hogy a személyi gépjárműket sajátítson ki. Nem biztos, hogy pontosan fogalmazok, ezért ne keresse meg minket senkit, de kb. Erről van szó. Azt mondja, azt érted nekünk, hogy basszus nagy, hogy egy gyerek csúzijára is szemet vessenek a tűzérő fejlesztések. Még az is előfordul. Bármi lehet. Szem, gratulálunk akkor. Hát megy a harmadik bögre. Jó? Nagyszerű. És lehetséges az, hogy onnannál mindenféleképpen szem, ha ügynökség, mert nagyon már most... Szem, már most nagyon sok ügynökség írt az SMS falunkra, akik csak téged akarnak, mindnek oda fogjuk adni a telefonszámot. Halleluja. Köszönjük. Szia, hogy hallgatsz minket, meg hogy írsz nekünk. Szia. Na Csabikám, milyen zenére figyelhetünk oda a következő órában? Képzeljétek el, hogy a héten először történt meg, hogy kivehettem az autómból a napszemüvegemet, napsütéses idő van Fehérváron, végre valahára, úgy érzem, hogy tényleg közeledik a tavasz, ha már egyszer március van, és ennek megfelelően most egy régebbi, nagyon vidám, ilyen lendületes dalt szeretnék ajánlani nektek is és minden hallgatónak, Michael Bublétől a Hollywood. Uh-huh. Imádom, és szerintem ti is imádni fogjátok. Ez pedig a Karameltől a Vízió. Jó, ez egyébként tényleg ilyen napsütésben vezetős dal. Köszönjük szépen. Holnap már maga a főnök fogja megkérdezni tőled, hogy Csabikám, remek zenék? Várj, most megremegett a lábam, akkor azért fel kell készülni. Jó, már most nagyon, elkezdek készülni. Nagyon szedd össze magad a győri kitelepülésre, de akkor ma még Székesfehérvár. Köszönjük szépen. Szevasz, vigyázz. Én köszönöm magadat. A lehetőséget. Sziasztok. Csövi, mi pedig akkor holnap reggel 6 órakor vagyunk itt a Már Balázssal együtt. Élménybeszámolóval, ajándékokkal. Figyeljetek, remek. De jó lesz. Remek. Várom már. Jó, vigyázzatok addig is magatokra. Szevasztok. Sziasztok. Hölgyeim és uraim. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország